Magyarország első számú reggeli műsora. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Szegedről, a Dunics térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 6 óra! Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk, 6:45 pontosan, már-már napsütötte Szegeden. Már, de nem. Így van, a Dugonics téren, a jól megszokott kis Dugonics térünkön, ahol nagyon sokszor voltunk már, de hosszú ideje nem. Hosszú ideje nem. Hello, Feri, hello, Jani! Hello! Drága szegedi hallgatóink, egy nagy taps mindenkinek. Megérdemlitek, viszonozzuk. Egyenként mindenkinek. Még 50-szer nyom lehet. A távolságtartóbbaknak is azt mondjuk, hogy nyugodtan jöjjenek közelebb a stúdióhoz, amennyiben miattunk jöttek ki, és igen, nem pedig a távolsági buszra várnak. Köszönjük szépen. Igen. Igazából mögöttünk van egy nagy színpad, és nem sokára kezdődik egy koncert. Alig várják, hogy lebontsunk. Alig várják, hogy elmenjünk, mert a koncert miatt jöttek, igen. Közülünk egyelőre csak Feri merészkedik ki, mert elkaptam tegnap este egy nagyon csúnya szájtenészt Balástól, és én nem megyek most így emberek. Sose puszijátok meg a Janit. Számon. Ja, Istenem, na mi újság van? Jól vagytok? Jaj, nagyon jól. Szeged nagyon-nagyon jó város. Én nagyon jól éreztem magam tegnap este, amikor megérkeztünk, vagy tegnap délután, amikor megérkeztük, aztán egyre jobban éreztem. Hát aztán ezt annyira jól éreztem magam. Hallom, mert 8-10 óra alatt át is értél Székesfehérváron. Szeret utazni. Tiszta ágynemű, meleg víz. Ingyen kávé. Infúzió bekötve. 10:30-kor elindultatok, egy 4:45-re sikerült is átkocogni kocsival. Mit csináltál volna, mint az ország útjait járod? Volt ugye egy másik opció, amit a Csabi ajánlott fel műsorban, hogy majd összeszervezi nekem az utat, igen, és ő egyébként fel is hívott ennek kapcsán. Nagyon jó lett volna. Hogy, srácok, azért én sem ma kezdtem, tehát nagy, hogy annyira nem tudtam. Hiszem magad, hogy nem hiszem magadban. Még most is így állnék nem, az ötös mellett. Az a túl, hogy képzeld, hogy így, de hogy nem hajszolnálok bele. Kecskenék magasságába, és várnám nem a következő fuvart. Nem ilyenek a hallgatóink, nem hajszolnálok bele. Nem hisz magában, nem hisz magában. Körülbelül 2 óra alatt átérték volna. Jó indulatban. Elmondtad volna, hogy gyerekek, Szeged előtt a megkijelölt vagyok. Jó, mi a következő? Jussunk át Kecskemétre. Meddig tudsz elvinni? Szépen lépésbe, itt szálltam ki. Csabi, mondd be, itt vagyok, vegyenek föl. Figyelj, kívánságműsorban nyomták volna az infókat az emberek, tök jó. Csináljunk már egy Szeged Békés Csabát. Csináljuk az már nem meg. Sok, az egy százas. Semmi. Ki az, aki elvinné a Janit itt a Hódmezővásárhelyi körforgóig, igen, ahol a már kint van a város? Na. Senki, köszönöm. Ne, itt már jelentkeztek, már jelentkeztek, igen, is. Már jelentkeztek is. Ki? Ha befér te, az autóba. Ja, ekkora kocsit, akkora. Nagyon jó. Azóta legdurább... Kicsomagtartó van, nem? Van. Na. Azóta legdurább... Gumipók van, és akkor rá. Miért én most komolyan tényleg, miért az az első hallgatói poén, hogy mekkora vagyok? Nem az! Hanem azt mondta, hogy nincs hely a kocsijába. Ja, van. A gumipókat nem arra szám. Van, csak a fontos dolgokat utaztatja bent a csomagtérben. Az összes persze, így van. Ha ő igényli, kiviszem. Na, akkor meg vagyunk. Az volt a legdurvább, hogy Jani leért, és már itt voltam. Áthozhattad volt. Megérkezett egy 6 óra autózás után, 4 eltévedés, 6 Pesten elintézett ügy, 8 McDonald's, és nem tudom hány dolog után megérkezett, és beállt 3:30-kor, nem tudom hány, és már itt álltam. De ennek nagyon egyszerű oka van ennek a dolognak, még pedig az, hogy a kitelepülésünk minden helyszínén van egy range lerakva. Mindig az van érte 10-kor, hogy jön a Jani hozzánk, ugye Valáshoz és hozzám, hogy megyünk-e át a következő helyszínre, és az elmúlt 2 napban mind a ketten úgy mentünk, hogy vissza kellett menni Pestre, igen, haza kellett menni, ügyet intézni, és mondtuk olyannak, hogy nem tudunk elhozni. Sajnos nem tudunk elhozni. Hát én így, igen. Én úgy volt, hogy nem asszom lent Szegeden, nem asszom lent, csak aztán történt egy kis kavarás. Ez volt sikerült, a terelés. Ez volt a terelés, nem sikerült a promóciós lányoknak szállást intézni, és akkor én visszamentem Pestre, hogy ügyet intézni, de én utána akkor úgy döntöttem, hogy lejövök. Igen, és mondjuk rohadt fárasztom minden napra kitalálni valami sztorit, hogy miért nem hozzuk át, de eddig meg vagyunk. Nem tudom, mit mondjak, hogy miért megyek vissza Pestre. Mit felejtettem otthon. Nem, természetesen. Nem, ma mondtam, hogy ha nem kell hazamennem, csak közben kapom az információkat, az egyik gyerek lebetegedett, de ha nem nagy a baj, akkor én megyek át egyből Békés Csabára, és akkor tudod, hogy tesó, tudod, nálam mindig van. Integetni. Tudod, hogy én mindig szívesen kiviszlek egy körforgalomig. Egy rövid duda itt, igen, a Mezővásárhely felé. Szia, Jani! Előbb érzed, hogy kiszellőzteted a szobámat, mire odaérek. Igen, de gyorsan. De figyeljétek, igen? Van még egyébként egy másik nagyon érdekes dolog a Tegapestével kapcsolatban. Kicsit délután, amikor megérkeztünk, lefeküdtem egy kicsit kipihenni az útnak a fáradalmait, és azt álmodtam, hogy ajtócsapkodást hallok. Azt álmodtad?
Hát ez álom volt? Ez az, mert egy szállodában azért ez előfordul, mondjuk hogy meg őszintén. Igen, csak hogy ez az ajtó az én ajtóm volt. Ajajajaj. Az én szobámnak az ajtaja, és később, amikor felkeltem, és így bókláztam össze-vissza ott a lakásunkhoz képest meglehetősen nagy hotelszobámmal, bementem a WC-be, és folytat még az álmodban? Nem, ja? Már felkeltem. Ja, felkeltél. És picit figyelj rám, minden oké, okay, a kocsid jó helyen áll, érted? Arrébb álltak a mozgássérült parkolóhelyről, minden oké, okay, nem viszont. Tehát kijöttem, és a WC-ben folyt a csap. És én nem használtam azt a csapot, és biztos, hogy nem folyt a csap akkor, amikor lefeküdtem aludni. És valaki volt be. És a szögedi szöllem. Hogy a szögedi szöllem. Nincs van szöllem, tömörög. Na mindegy. És szerint meggyőződésem volt órákon keresztül, hogy te szopadtál be nagyon csúnyán. Mert hogy kiraktam a kilincsre ezt a kis papírt, ugye van egyik oldal a takarítást kérek, másik oldal pedig kérem ne zavarjanak. És biztos voltam benne, hogy ezt valaki megfordította. Takarító néni. Meglátta? Ne, akkor megyek. És bement, és aztán benézett a szobába, és azt látta, hogy valaki ben van a szobában. Most ennek következtében úgy csináltam, hogy mert annyira ráparáztam erre a dologra, hogy este eltorlaszoltam az ajtaját a szobában. De nyomorult vagy. Hogy ne jöjjön be. De most azt a takarítónénére gondoltál, hogy azt hitt, hogy én mentem. Én nem tudtam összerakni annyira a sztorit, úgyhogy így aludtam. Pont akkora volt az óriás. Egyik szék, hogy a támláját be tudtam csúsztatni a kilincs alá, tehát nem tudtak bejönni a szobába. Azért az durva, hogy egy 300 fős szállodában félsz, és kitámasztod az ajtót. De én elhúztam az erkét, úgy te hozzá meg be lehetett volna mászni, mert én meg elhúztam az erkét, annyira meleg volt. Igen, ez a terem között szerepel, csak az a baj, hogy nem volt világítás a balkonon, mert azt terveztem, hogy átmegyek éjjel, olyan kettő körözt megrugdosom az ablakon. Hogy mi mennyire rommá szivatjuk egymást egyébként, reggel hallom, hogy jön ki, már állok a liftnél, elbújtam és megijesztettem. Nagyjából ezen a szinten voltunk, mire ő elmondta, hogy oké, hogy most megijesztettem, éjszaka át akart mászni hozzám, csak ugye egy másik erkélyen is át kellett volna jönni először, míg elér az én erkélyemhez. És ott azért az vicces lett volna, bocsánat, Skúzi, csináltad nyugodtan, csak megyek a balihoz. Így van, nem láttam semmit. Simán be is tudtam volna jönni, mert viszont nagyon meleg volt a szobában, kandalló volt a szobában, gondoltam, begyújtok. De nem találtam egy gyújtót. Akartam gyújtani. De tényleg, meg volt rakva. Romantikusan egyedül ott elborozgatsz? Ja, megittem egy üvegbort is. Aha. Persze, bevágtam egy üvegbort, aztán beleültem az esernyőbe. Nem volt kandalló a szobátokban? Az nem kandalló volt, az a minibár, csak nagy. Ezért nem akart meggyulladni. Az nem egy elmondom, hogy be volt rakva ilyen fahasáb, be volt rakva újságpapír, és rendes zárt terű kandalló volt. Hát mondom, oké, Bali, meg vagy, kérj egy üveg bort, este összebújsz magaddal a medvebőrön. Nem lesz itt semmi baj, de nem találtam gyufát, meg nem találtam öngyújtót. Csak mérges voltam, miért nem készítenek oda valamit, be akartam gyújtani. Ott kicsit ropog a tűz, iszom a bort, 80 fokon szaunázom. Na szóval jöhettél volna, mert aztán ki kellett nyitom az ablakot. Mit meg akartál ijeszteni, hogy rámugrasz az ágyon? Mert úgy nézett ki, hogy a balkonok előtt volt egy ilyen bádog, ilyen lemezve, nem tudom micsoda, és azt én megnéztem napközben, hogy elbírja, hát nem kell olyan nagyon nagy terbíráshoz, hogy engem elbírjanak, és megnéztem. És mondom, elterveztem, hogy a hajnal kettő körül átmászok majd. Rohadt jó lett volna. Átmászok majd a teraszra, és berúgdosom egy picit az ablakot, és utána pedig, ha lehet, és úgy van mondjuk megvilágítva, mert tudom, hogy jelenlékén soha nem volt vele a lámpát, és mindig úgy alszik, mert fél. És igen. Tőle, hogy és megy a tévé mind a kettő. Hogy megtalálja egy-két ex-balássós vendég, aki nem olvasta az apróbetűst, és mondom, fel is veszem az egészet. De aztán az a baj, hogy amikor leszállt az éj, akkor kiderült, hogy nincsen kint világítás. Tehát, hogy nem akartam átszkoztáztatni, hogy egy ilyen jó poén kedvért lezuhannak, reggel megtalálnak egyszer pizsomas. Rohadt durva, mert sose derült volna, hogy miért zuhantál egy szegedi szállodán negyedik emeletéről. És kiderült, hogy azért, mert meg akartál ijeszteni. Nem, ezt nem tudtuk volna, meg csak pizsomában megtalálunk reggel. És biztos vagyok benne, hogy amilyen szerencsém van, úgy történt volna, hogy zuhanás közben a pizsoma alsóm belakadt volna valami, hogyha a kereszt csatornába is mesztelenül találtam volna meg. Vagy ami még, hogy fölakadsz pizsomába és lóksz fejjel lefelé, így a lábadnál fölött. Sereskép Balázs szobájában találták meg mesztelen Badon János holttestét. Mióta tart a szerelem, kérdezi a Blik. Kihallgattak volna, hogy szakítás volt, eddig tartom. Sajnos Jánosnak nemet kellett mondanom, ezért mesztelenül kiugrott az ablakon, nem bírt elviselni. Na nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatóink. Jött már egy-két SMS egészen korán reggel. Azt mondja, hogy
Pest felé tartunk a Nyíregyházi Művészetével, és egy számot szeretnénk kérni. Ja, várj, úr, miért jönnek be nekem a tegnap esti SMS-ek? Át kéne állítani a gépet. Valamit át kell, valamit így át van. Kell állítani. Időintervallum, ezt az opciót kell. Igen. Az eddigi kitelepüléseket mindig elajándékozzátok Balázs bögrét, ne szakítsátok meg ezt a szép hagyományt. Légy szíves, küldjetek el nekem Martonvásárra. Hazudnám, hogy szép fiatal csajszi kerget, ezután majd benneteket, egy 36 éves házasságtól tisztességesen megőszült hapsi vagyok. Én nem tudok ma kimenni, mert Szegeden érettségizem. Az jó, ma van az érettségi. Hát, milyen érettségi tudom, van? Hogy már, igen, tényleg? Ma miből van, ne haragudj, igen. Ki tudja. Miből van ma érettségi? Jövök tanárni. Valami... Nem, biológiából. Ó, jó kis biológia. Bari, elkerültem a bögrédet? 5-20 óta itt vagyok. Kérlek, ki van itt 5-20 óta? Igen. Te vagy itt 5-20 óta az elsősorban? Mindenki. Hárman bejelentkeztek el. Kezdődik a licit. Mi kettőt tényleg. Te írtad? Igen. Jó, hát akkor 10 órát meg kell várni. Isten hozott benneteket Szegeden, alig másfél óra alvás után én is megérkeztem. Laci! Laci! Másfél óra alvás után? Honnan hello. Jöttél? Honnan? Hello, szegedi vagyok, de nyomdába dolgozom éjszaka. És mióta vagy itt? Most értem ide. És másfél órát aludtál? Csak azért, hogy kigyere hozzánk. Dőj. Fel is lapot megcsinálják, ugye? Négy gondom, nyomtattatok. Ott van a kezetekben például az egyik, amit csináltunk. Micsoda? A fűszeres. Figyelj, én egyelőre csak egy borsot, meg egy bliket láttam még egyelőre. Csak még nem. Ja, erre gondoltam. Ja, hogy úgy fűszer. Ő, látod, ő az okos, nem mondta ki. Mi viszont igen. Titettétek a címlapra, hogy mégis elvették Demcsák jogosítványát. Nem, semmi köze hozzá. Nem tudsz így átmókolni dolgokat? Készen kapjuk csak. Mégse vették el Demcsák Zsuzsa jogosítványát. Megjött a jar gyerekem. Erőt, egészséget. Picit feljebb áll az autó. Hogy az maga Bari nem... autója egy picit arrébb áll, ott tessék megbüntetni, fekete. Maga azt nem tudja, aha. Hogy van itt négy hely követség, nem lehetne odaállni, hogy maguk vigyáznak rá? Jó aha. Napot hallgatnak kívánok. Bennünket, hallgatnak igen? Bennünket. Hallgatják? Persze, szól a rádióban, látom. Jó napot kívánok, szolgáltban nem lehet beszélni, ugye? Beszélni lehet, mitől ne lehetne? Szirénázni lehet? Mit tudom én? Mitől ne lehet? Szirénázni lehet? Nino. Hilatkozni sem. Jó, akkor nem kérdezek semmit, köszönöm, erőt, egészséget. Mindent rendben találta. Ne rögzítsünk már rendőrt, hát megvál, szegényt bántani fogják erőt, oda. Erőt, egészséget, tovább jó kedved és humorérzéket ki. Nem, egyébként beszélgetni lehet? Ja, nem nyilatkozhatnak. Nem, igen, azt nem mondta, hogy beszélgetni lehet, nyilatkozni nem, igazam. Jó, hát kigurultak, hogy minden rendben van-e. Érted, mint a közjegyző a sorsolásom. Minden egyes rádiófelvételhez kell egy rendőrautó. Persze, de hihetetlen, hogy az autód ott adta meg pont magát keresztbe az úton. De a vészvilogot kiraktam. Hihetetlen, hogy megint alán festettek valami parkolni tilos jelzést. Döbbenetesek itt Szegeden. Jó arcok voltak. A legnagyobbak. Azt csak ilyen barátaid legyenek. Igen. Jani, töltöttél már de valamilyen XY kupont? Csicsika kérdezi. Gyöngyük utca 12 fok. Köszönjük szépen. A kupont nem tudom. XY, nem tudom beolvasni. Nem, viszont XXXX eset igen. Volt felnőtt csatornán tegnap? Néztél? Mindig ez az első dolog. Aztán leveszem a kabátom és leteszem a táskát. Én nem találtam. Megmondom őszintén, nem találtam. Fizetősen se volt? Nem láttam fizetős csatornákat. Ezért is akartam átmenni Balázs, hogy ez hát lesz hát valami. Nálam. Igen, húztam volna magam után a kis műanyag széket, egy üveg kölyökpest. Fablakos leteszed. Húztam volna mozizni. Gyerekek, csak elmondom, hogy gyümölcstálat kaptam a szállodától. Oh. Kaptatok ilyeneket? Igen, miután a felét nem etted, meg áthozták. Fölküldtek a szobámba kettő üveg bort, az egyiket Takler bácsitól, a másik egy száraz fehér. Hát nagyon jó. Ó, de jó. Gondoltam, a híres órásmester Takler. Gondoltam, lepotozott ki az Instára, hogy ti is kaptatok egy semmit. Hidegen tartottak benneteket? Szárazon? Nem, nekem volt ott. Mit volt? Hát mondom, hát mert... Ja, a maradék gyümölcstár. Nem, megkaptál egy félig megrágott kivit. Nem voltam nagyon flamos a legutóbbi szegedi kitelepülésünkön, és akkor félretették azt a tálat nekem, és most megrakták, hogy hát. Viszont? Igen. A narancs már naspolyának nézett ki. Na jó van. Oké, drága szegediek, belevágunk, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, egy röpke kis ismétlés erejéig. Jó, úgyhogy hallgassátok meg. Aztán, hát itt látom, hogy néhányan jelentkeznek játékra, de nem kell, mert ugye a helyszínről választunk majd. A helyszínről választunk játékost. Most veszítettük el az ország nagy részét. Most mindig így van. Igen, a kitelepülésen mindig a helyszínről választunk. Jó, úgyhogy aki játszana, csak mondjuk az itt helyszínen jelenlévő hallgatóinak, hogy tessék jelentkezni. Jó, a hostess lányoknál mi meghallgatjuk az ismétlést, aztán jövünk. Hostess lány. Úgy nézek ki, mint egy hostess lány. Te cica fiú. Azonnal megkezdték Feri szólogatását. Igen. Hú, hát még valamiről nem beszéltünk. Hát valaki ma szülinapos. Ó, Feri! Hagyjad meg se innen, de igen. Feri, boldog szülinapos. Ferencnek. Az ajándék?
Ki hozott ajándékot? Nekem szombaton lesz. De érdekel, na, nekem jó, ma van. Hát most, hogy neked mikor lesz, hagyjál már. Nézd meg. Elviszel egy körre. Ráférsz. Motorra. Motorra, de nézd meg, aranyosan ki van rakva, Swarovski van. Megőrülök, egy bukós is, a kirakva ilyen kis apró kis kristályokkal. Tényleg? Neked bejön rögtön, mi? Kristályos. Bírom azért. És mocival jöttél ebben a kis helyes kis cipőben, táskában. És kettő kokáltam. Miért? Mert nem bírtam aludni. Nem bírtunk. Ez a legjobb. Igen, mert furtak a szomszédok. Egyszerűen csak az vagy csatornázni. De mi milyen messziről jöttél motorra? 10 perccel lakom. Jól motorozol? Egyébként? Igen. De mi ez egy kis libakergető, vagy valami komolyabb? Libakergető. Honda Dio nem nagy motor. Dio? Az milyen kieső? Hogy hívhattak egy motor, hogy Dio? És egy embert Ronnie James Dio, érted? Ha, Isten nyugasztalja. Igen, jó. Hát így hívták Ronnie James Dio-nak. Hívták. Jó, de ahogy jól motorozol. De ez milyen, ez ilyen 250-es, vagy ilyen nagyobb? Nem, 50-es. Ja, hogy ilyen kis robci. Az jó, ahhoz nem kell jogsi. Robci? Hát az ilyen kis robci, ahhoz nem kell jogosítani. De van. Kell. Van? Kell jogosítani? Nem kell az 50 köbcentis-e? Persze. Minek? Az olyan, mint egy bringa. Majdnem. Az 50-es motorhoz is kell jogosítani, nem? Szerintem tudtam. Téged megvezettek. Lehet. Mindegy, leraktam. Teljes, jól tetted egyébként. Jól van, örülünk, hogy itt vagy. Miért nem aludtál, azt még mondd el. Miattatok. Miért, izgultál? Aha. Hogy? Láthatod a Balázs. Mi? De miért? Nem tudom, vártam ezt a napot. És fölkelték kettőkor, kinyílt a szemed, és azt mondtad, igen, hogy jövök, Bali, jövök. Igen, és nem bírta vissza. És válaszolt? Éreztél, gyere. Jött ez univerzumban, legyen, gyere. Na jól van, oké. Megmutatjuk gyorsan az ismétlést, jó, aztán nagyon megcsúszunk, úgyhogy elmegyünk hírezni is. Aztán jövünk a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Halló, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 perc van pontosan 7 óra, és nem esik az eső. Legalábbis itt Szegeden nem. Ez mindenképpen jó hír. Tegnap egész délután szakadt. Többször kimentem a mezitlába, kis erkélyemre, kinéztem, hogy milyen idő van, de ma reggel valahogy úgy néz ki, hogy nem szakadt, és nem mentél. Tényleg esett. Te tegnap nagy eső volt itt. Itt a Szegeden. Hol a játékosuk? Most jön ide a játékosunk, mert hogy valakivel már is játszunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt. Hello, hogy hívnak? Évi. Évi, hello Évi. Honnan jöttél, Évi? Szegedi vagyok. Szegedi, jó, hát most... 3 éve. Komolyan, 3 éve? Igen, előttem? Körülbelül. Keceli vagyok egyébként, Bács megyéből. És mit csinálsz itt Szegeden 3 éve? Egy mozgásszalonba dolgozom. Mozgásszalon? Igen. A pályaudvart keresi. Mi az, hogy mozgásszalon? Mozgásszalon. Hát vannak benne ilyen alapformálógépek, infraszauna, ultrahangos sírbontás. Gyúróterem. Aha. Hát igen. Ugye tulajdonképpen? Nem mondom, hogy nem látszik. Te is csinálod? Rá lehet menni? Nektek. Rá lehet menni magára. Rá, ha 8-4-ig portás után edző. Zárás után ráadtok a futógépre. Nem lehet? Ilyen, hogy mit, van egy ebédszüneted, és akkor beülsz a tojásba, hát, és akkor tekersz. De ezek ilyen nem olyan gépek. Van ilyen. Ezekre rá kell feküdni. Rá kell feküdni. Igen. Mert a Viki tudom tojásozik. Már igen, nagyon szereti. És ráfekszik. És ráfekszik a tojásra. Nem, az, hogy beülsz egy ilyen tojásgépbe, fölmelegíti 60 fokra, és akkor a tojásba tekersz. És akkor hát az nagyon jó. Égeti a zsírt. Igen. Hát ezek a hívószavak. Ez normális. Igen, a zsír. Ez normális bevált. Ez be, más igen. Nem vált ja, be. Hát igen. Igen. Évi, kivel szeretné játszani, Évi? Ferivel. Ez születésnapos vagyok, és már játszottam a héten. Boldog 47-et. Akkor nem akarsz? Tényleg, de akarok, mehetünk. Figyelj, így a B oldalon már minden perc öröm nekik, úgyhogy játsszál a szülinapossal, abszolút. Oldal. Láttad volna a Mizó Rudiknak is, hogy örült. Meg is ettük az egyiket, úgyhogy a másikat meg te úgy, de ne dumáljál, mert az én szülinapi ajándékomat reggelized. Ez volt a szülő a helyemnek? Nagyon. A vegyes. Nagyon köszönöm. Majd a laktózmentesből a Janinak, ha tudtok, egy kartonnal csomagolni akkor. De én viszem már Békés Csabára, én nem viszek semmit. Én már eleget nyaltam neki. Igen, meg vagy. Évikém, csapjatok akkor össze, jó játékos vagy? Remélem, az leszek. Na. Muszáj megvernem titeket. Tényleg? Miért fogadtál valakivel, vagy megígérted valakinek? Nem, csak nagyon szeretnék egy bögrét. Nagyon szeretnél egy bögrét. Minden reggel titeket hallgatlak, és
De szeretnél egy bögrét. Igen. Jó, hát akkor csapjatok össze. Minden reggeli kávémat. Na nézzük már, akkor mire mentek egymással, jó, Jani? 3-2 van fejő. Lehet kávézni egy sportos csajnak? Persze. Minden reggeli szól. Szoktam, igen. Miért? Szoktam, igen. Ki mondta? Most akartam rámenni a fekete kávéra, de hát egy szülőnek most nem volt kívánni. Nincs bögre. Nincs bögre. Ez egy nagyon-nagyon rövid játék volt, de kitartottál abban a 6 másodpercben, amíg zajlott a játék. Az... azt kell, hogy mondom, egészen kitartó voltál, tényleg. Hosszú idő volt, a legjobb 5 másodperc volt az eleje. Igen, és hát nekünk már ez az 5 másodperc. Az nagy öröm, egy örökké valóság. Nagy öröm az. Amikor jó, majd legközelebb. Jó, de tudod, hogy mi milyen rendesek vagyunk. A születésnapom van, tudod, ezért én is adok neked ajándékot. Adunk egy ajándékcsomagot neked, jó? Köszönöm szépen. Annyi, hogy a bögrét kivettük belőle, de bocs, recesszióban. Igen. Igen. Évi, puszilunk, köszi. Köszönöm szépen. Ciao. Szia. Hello. Hello. Hello, Évi. 2-1. 2-1-re megyünk? Igen. Ennyi gyerekek, ennyi. Mi az nem érintőképernyős? Ennyi. Bököm a monitor. Az is a csodálkozik, hogy Erika írógép lenne berakva. Na, gyerekek, elhúztunk. Tönkrevertük Szegedet is. Hát ez ilyen. Ennyit csomagolunk, megyünk. Ennyi, lebontsál, lemenjünk haza, meg vagyunk. 4 perc, pontosan 7 óra, jövünk a legfrissebb hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM morning show, nagy tavaszi országjárás. 2016. Élünk a Szegedről, a Tuhanics térről. Mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Mi vagytok a legjobban? Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra múlt, pontosan 11 perccel. Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát milyen karmesterünk van, Ferenc? Nevi, milyen karmesterünk van? Ma a 49. születésnapja. Így van, 63. Így megy ez. Hát hogy rohant az idő? De milyen na, szép idő volt. Milyen szép idő, milyen szép 49 Istenem. Év volt. Mi? Minden percét láttam. És még legalább 49 van előtted, remélhetőleg. Így legyen. Csak mondom, előtt. Hogy szétgurultak a gyógyszereid az asztalon. Köszönöm. Az abban, Feri, láttam, hogy a sablekötődet még nem vettem be. Légy szíves, vedd be a sablekötődet. Opa, oda nézzetek, hoppácska. Egy kutya. Jaj. Minden kitelepülésen van egy kutya. Na most álljunk meg. Igen. Tehát megint jöttek ezzel a kutyával. Nézd meg, itt van 12 centi. És ne légy, figyelj csak, nézd meg. Meg fog, itt fog megdögleni, mert megfagy a 15 fokban. Nézd meg, reszket. És milyen kedvesen mondta. Kezei és fog megdögleni. Hello. Hogy hívják? Na ő meg Molly. Molly. Milyen kutya? Bolognéz. Emlékeztek még a szombathelyi negróra? Szeretném, ha megsimogatnád a negrót. Akkor black or white. Tessék? Black or white. Igen, az fekete volt, ez fehér. Igen. Az a kategória, hogy méretben, akinél elég nehéz elhinni azt, hogy ő is itt akar lenni. Egyáltalán nem akar. Ő lenni se akar szerintem. Még nem reggelizett. Ő miért remeg egyébként? Miért remeg? Hát mert izgul. Izgul? Meglátott engem, nem? Szereti a laktózmentes tejet? Nem szabad hasmenést okozni. Ez nem macska. Laktózmentes, az nem kakilt. Ez nem macska, ez kutya. Valami reklamáltál, hogy mit nem kaptál még? Nem kapott, itt várt az autogramot. A kutyát hoztad autogramot kérni, tényleg? Hát igen, ott van a fotó bizonyítva. Neked nem kell a kutyának. Én látok élőben. Figyelj, annyira pinduri. Te eljöttél élőben, a kutyának megszerzel autogramot. Ez jó, csak mondjuk a hallgatóknak, akik nem látják, hogy egy rózsaszín utazó táskában van a kutya konkrétan. Tessék? Ő kislány? Igen. Mi a fiú lenne, akkor egy fekete táskában akkor lenne, ugyanekkora igen, táskában. Igen, tehát nagyjából ugyanekkora. Fiúkkal nem foglalkozunk, csak emberi. Csak mondom, hogy a Feri gyerekkorában az ilyen kutyákat vacsorára ette meg. Nem, húzták és nálunk megvacsorázták. Nem voltak ilyen kutyák, nem rendes kutyák. Most mondd azt, Jani, hogy ez normális. Most mondd azt, hogy egy táskában be van téve egy kutya, ami 12 centi, rá van húzva a cipzár, és egy hülye izé plüsbékája. Most mondjátok azt, hogy ez normális. Ne haragudjatok a bácsira. Már lassan 50 éves, akkor már picit ingerlékenyebb az ember. Hát ez ilyenkor már tudjátok ez, hogy van. Lovely doll, ezt ismerem, ezt a márkát. Ha, te másra használod. 5000 euró egy ilyen életű hát, női baba. Nem tudja, de... Édesem, ő bement a táskába. De, azért, mert sokkot rajtad kapott. Tessék? Rajtad fekszik. Nem rácsurgatja a nyálát, az nem ugyanaz. Ami nem pisilla, addig nincs vele baj. Tehát, hogy nyugodtan. Egy kis pindúr. A kutya ráfeküdt az autogramkártyára. Majd betanítom, hogy Balázsa, mit csináljon. Jó, jó. De valami jót tanítsa neki.
Jaj, kis édes. Nem fér be mellé, szerintem ez a plüss, mert megfullad. De hogy ne fér, befér az. Ugye, és ha becsukod tényleg, akkor ugye, hogy kilóg a feje. Aha. Aranyos. Tehát ilyen klasszik utazó táska, amiből a kutya feje kilóg. Igen, de rá is húzza rendesen, tehát hogy a kutya behúzni azért ne tudja a fejét. Nekem van otthon egy ugyanekkora, nem, lehet, nem ugyanekkora, de ugyanilyen célra szolgál a jéghokis táskám abból, mert az én fejem szokott kilógni, és mindig Móni így visz magával, hogyha... Ez valami esti játék. Amitől te megörülnél fel, hogy vannak olyan kutyák, akiket fel kell öltöztetni, mert fáznak. Nem akarom. Az fázik a kutya, érted? Az nem ide való, az afrikai kutya biztos. Azt ne hozzák Magyarországra, érted? Tehát megfagy szerencsétlen, de tényleg, minek ilyen? Tehát azért lehet, csak hát fázis, föl kell öltöztetni, van kis ruhácskája, fölveszi, és akkor abban megy sétálni. Igen, és igen. Ott trendi, hogy csúnyácska. Hát a baromi csúnya egyébként, igen. Igen, te is trendi vagy, és csúnya egyébként. Na mi újság, drága szegediek, jól vagyunk? Jól vagyunk itt korán reggel? Minden oké? Kicsit beszélgessünk, csak így megszólítunk egy-két ember, kinek mi jár a fejében, kivel mi van, kinek milyen volt a reggele, ki miért van itt, mit vár tőlünk. Hát egy kicsit beszélgessünk, ez úgyis egy ilyen közönség találkozó. Mi újság, hello, hogy hívnak? Gyöngyi. Gyöngyi, hello Gyöngyi. 4 órakor keltem. Igen? Igen, te se tudtál aludni. Én sem bírtam. Vagy a párod kiment budira, és hangosan húztál a WC-t. Egyedül vagyok, úgyhogy... Egyedül vagy. Igen, egyedül vagyok. És miért kettél ilyen korán? Azért, hogy eljöjjek, és... Édes, te helyes vagy. Igen, de messziről kell jönnöd ennyire? Hát nem, a Csillagtérről, nem olyan messziről. Csak azt hittem, akkor nehezen tájékozott. Azért, hogy bögrém legyen. Legyen egy bögrém. Igen, igen, nagyon szeretnék egy bögrét. Édesem, de helyes, hogy menjen annak még ezzel így. Mekkora fogtok csalódni. Igen, itt már rájöttünk, hogy itt megy egy ilyen licitálás, hogy 2:30-kor keltem, nagyon fáztam egész éjjel, messzelenül indultam el hozzátok, Balassagyarmatról. Tessék? A reggeli fotó bizonyítja, a közös fotónk, hogy olyan igen. Korán itt voltam. Igen? Mi 6-kor jöttünk, ez az a 4 órát nem bizonyítja azért, mert 6 előtt utottunk be, tehát hogy azért a 4 óra ezzel még nincs bizonyítva, hogy te reggel 6-kor itt voltál. Jó. Néha úgy érzem, hogy a bögrék miatt hallgatnak minket. Á, de hogy? Nem csak azért, mert általában a Klassz FM-be hallgatok Depes módot. Igen? Ja, a reggelente az általában mindig... Hát ez így erőszórás, hogy mindig van, de ma volt igazad. Minden második reggel. Igen, azzal kezdődött. Igen. Imádom. Egy titokzatos néni figyel bennünket a napszemekben a bicikliről. Kiszúrtam. Néni, de azért mondtam. Figyelj, nagyon bizslatott. Úgy éreztem igen. A tekintetét, hogy ilyen melegség árat a tekintetéből. Azért van rajta napszemek, hogy át ne égesse. Az ágyi komik hatolt ez a melegség, ahogy ő megvizsgált engem. Elkapnám a kicsit szexrapszolgát csinálni belőle. Egyen sehova. Szia, jó reggelt, hello! Jó reggelt, kívánok! Szia! Elmondjuk a hallgatóknak, hogy vannak, akik egészen közel jönnek az UX stúdióhoz, és vannak azok, akik csak ilyen messziről, ilyen, na itt van a Balázs, hátsokkal nagyobb a feje. Nem is olyan szimpatikus, mint a tévében, és ott a kicsi kis mellette a baseball sapkás. Jaj, te kis formás, egyem a kis testét. Hogy hívnak, hello! Hogy hívnak? Ildikó. Te olyan kis messziről figyelős vagy. Igen, igen. Így van. És hova tartasz éppen, Ildikó? Dolgozni megyek. Mit dolgozol? Egy ruházati áruházban dolgozik. Ruházati áruházban dolgozik Ildikó. Hánykor keltél, licitálj rá erre a 4 órára? Volt valami, hogy 2:30-kor, 2-kor indultál? 5:17-kor. Ó, hát egy lusta. Az a múlt? 8-kor. És kijöttél minket megnézni? Igen. Nem, rohadtul nem érdekel. Erre megy a bringaút. Ennyi, ne gondoljátok túl a sztorik. Erre megy a bringaút, ennyi, és megálltam. Jól van, Ildikó, elengedünk. Jó munkát neked. Köszönjük, hogy itt vagy. Puszi. Hello. Na, hát... Na. Ki szeretne még velünk beszélgetni? Bőrögjünk már tovább, tényleg basszus. Bármi, itt vagyunk most. Ó, itt van egy, nézd meg, egy nagyon szimpatikus hölgy. Jön a szülinaposunk, nézzétek meg. Így van, boldog 47-e. Pont annyi, nem mondja annyit, 49. Szia! Sziasztok, először is boldog születésnapot. Életem, köszönöm szépen, és nézd meg, min állsz rajta, pont van egy felirat, öle és szeres. De érdekes. Vigyázz, Feri, mert... Én mondjuk én. Olyan nincsen valahol felirat, hogy fordíts a hasamra. Hogyha már így földik vagyunk, én is Békés megyei vagyok. Ne hülyéskedj, honnan? Kevermes. De gyönyörű hely az. Holnap megyünk Békés Csavára. Még nem voltunk soha Békés Csavára. Majd elküldöm anyukámon. Tényleg? Igen. Jó fejem, azt passzolózzát Feri korban. Ha így jön el, mint a lány, akkor meg vagyunk. A Feri kicsárázza, mint tudom. Muti a legjobb fej a világon. Igen, ezt úgyse érti senki. Ezt nem értette senki. Amúgy Balázs, az lenne egy kérdésem. Mi a jó igaz? Miért nem takarodsz már el a tévéből 20 éve? Itt vagyok, persze. Na, figyelj. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy megismersz-e.
Ez nagyon rosszul kezdődik. Nézd, volt egy-két hazug mondatom régen, mikor fiatal voltam. Mindent elhittek akkor a lányok. Higgyétek el, nem akartam rosszat. Tudod, azóta várom, hogy hív. Nem akartam rosszat. Csak egy közös ígértél. Én annyi mindent ígértem. Túl jó volt, vagy túl rossz? Milyen voltam? Hát erről nem nyilatkoznék. Nézd meg a 98-as Z+-os mappát. Hát, ha benne van. Mindenhonnan elloptam egy bugyit, úgyhogy visszakeresem. Na, honnan kéne emlékezem? Nem emlékszem egyébként. Hát most meg vagyok sértve. Tényleg? Igen. Romantikus éjszaka volt? Hosszan, lágyan csókolóztam sokáig? Nagyon sokáig beszélgettünk, hosszan, órákon keresztül. Tényleg? És utána sírtunk itt Szegeden valahol a Tisza partján? Egy picit könycsepp elhullajtott részemre. Csak magára figyelt, ahogy szokott? Vagy? Kaptál egy kis törődést. Elnéztem neki. Na, de tényleg kellene valahonnan? Igen. Na, de mondd meg, nem fog beugrani. Szegeden voltál októberben, és velem beszélgettél egy olyan 2,5 órát. Veled beszélgettél? Nem, igen. Ráadásul októberben. 3 hónapja. Gyerekek, van az a betegség, amikor egyszer elfelejtett, nincs arcmemóriát. Ez nagyon mély beszélgetés lehetett. Tudom, ez egy... Hogy emlékszel? Most, hogy mondod, abszolút beugrott, ez egy szegedi közönség találkozó volt, ugye? Igen. Én voltam a moderátor. Igen, emlékszem rá. És most már szomorú vagyok. Ilyen mély nyomot hagytál benne. Tökre emlékszem rá, azt hittem valami mást akarsz kérdezni, hát arra persze, hogy emlékszem. Nekünk mondjuk mondta is másnap, hogy milyen moderátorra, de mindegy. És ez jó fej van. Sose hiszik el, hogy fullon volt az előadóterem, ugye? Tehát nem hiszik el. Mindig azt mondják, hogy kitalálok valamit, meg sosincs ott senki, meg nem tudom, egyszer nem akarják elhinni. Olyan e-maileket kaptunk, hogy csak én beállok, állok a lépcsőn, leülök a lépcsőre, csak hogy jöjjek be, Balázsa. Ennyi gyerekek, olyan vagyok, mint a Rolling Stones, érted? Ott alszanak a lépcsőn, hogy bejuthassanak az előadásra. Picit az átlag életkor magas voltam, mert hogy rozsdamentes edényeket is lehetett aznap. Jó, hát utána volt egy termékbemutató. Egy tál meleg levessel. Na. Szeretnék tehenet fejni. Mit szeretnél? Kárpótlásért, hogy nem ismertél meg. Tehenet fejni. Szeretnél tehenet fejni? Igen. Tehenet fejni. És azt mondták a hostess lányok, hogy azt veletek díleljem le. Tényleg? Igen, így dolgoznak a hostess lányok, mindent ránk ennek. Ahelyett, hogy ők vinnék el a balhét, mindent ránk ennek. Nagyon, nagyon helyesek a hostess lányok. Jó, figyelj, elintézhetünk egy tehénfejést, jó? Jó, köszönöm szépen. Mit mondtál, honnan ismerjük egy... Mit mondtál, hol találkoztunk? Na, még valaki esetleg? Itt van, hello, a motoros hölgyünk, ja, újra. Én csak fejni szeretném. Te is fejni szeretnél. Fejni. Na, jó, hát jó, aki nem fejni szeretne, hanem kérdezni most már, de tényleg. Ó, ott áll egy nagyon szigorú ember. Olyan tetoválásaid vannak, mint Ferinek. Hello, jó nem reggel, nem egészen, mert mondjuk nekem nincsen csillagom, itt kezdődik, és a fejemre se tetováltattam. Ez azért, ez bátor. Az nagyon bátor. Hát csak az unokáimat jelzi. Igen, tényleg? Hány unokád van? 3. Várjál, 4. Ja, kicsit zámogatni. Várjál, neveket nem kérdezek akkor. Tudom. És mindegyik unoka egy csillag egyébként? Hát még egy hiányzik, mert mondom 4 van, de hát még úgy nem szeretem. Nem mozogjál, csak hogy el lehessen olvasni, és ez itt micsoda a jobb szemed fölött? Hol a jobb szemem van? De rendben vagy, óriási. Jó, csak mondjuk el hallgatóinak, akik nem látják, hogy csillagtetoválások vannak. A keresztnevedet mondjad, bocsánat? Hát mondjuk úgy hívnak, hogy Juhász, de egy csillagszemű Juhász. Hát ki van találva, érted? Jó, legyen ő a csillagszeművel. Szóval, hogy csillagok vannak, de a nyakadon is vannak. Ők mik, ők a feleségek, az unokák, vagy ők mit jeleznek? Nem, a próbatetoválások. Majdnem, igen. Na jól van. Ők a gyerekek. Nem. Jó, mindegy. Nem. Aha. És 6 unoka, vagy 5 unoka? 4. 4 unoka? 3, 2, 1. Hát ahhoz képest egyébként egész. És megismersz Balázs. Igen, én szórakoztam veled 97-ben a Tisza parton. Fiatal voltál. Másfél órán keresztül szorongattad a kezemet a vízibástyára. Ugyanaz, hogy szeretnél. És könyörögtél még egy kort sörét. Ki jött a legmesszebbről? Ki érzi úgy, hogy a legmesszebbről jött hozzánk? Tessék, kezeket föl, aki nagyon messziről jött. Jó munkát, sziasztok! Csak egy gyalogos lépett eléjük, János, nem nekünk. Aki nagyon messziről jött, azt tegye föl a kezét, mondjuk 50 vagy 80 kilométeren túlról jött el hozzánk. Pápáról. Pápáról jöttél? De miért? Hát igaz, ez már 6 évvel volt, hogy... Mert bevállalt. Egy a francba! Ide jársz egyetemre, mi? Annyira éreztem, ez a reggel ez nem történik. De ez nagyon jó. Én az ilyen szürelmi beszélgetéseket szeretem. 6 éve jöttél pápára. Igen. Nem találsz haza, azért maradtál itt, vagy... Itt tanulsz, akkor gondolom. Igen, itt tanultam. Mit csinálsz? Mit tanultál? Anglisztikán tanultam. Anglisztikán. Az mi? Jelentsen ez bármit is. Az jó? Angol.
tolmács fordító ilyes. És elvégezted? De ezt miért nem lehet úgy mondani, hogy angolul tanultam? Mit kell ez az anglisztika? Jobban hangzik. Hát ez egy sokkal, sokkal jobban lehet vele csajozni. És mi a jobb hely, Pápa vagy Szeged? Szeged. Szeged jobb? Igen. Miért? Bocs, miért Pápa jobb? Bocsánat, igen. Miért? Nagyobb, több az ember. Sokkal szórakoztatóbb. Sokkal szórakoztatóbb. Itt volt egyszer valahol egy tejvó, nem tudom, hogy még létezik-e. Persze. Tessék? Nem, ez nem az. Egy kávét, ezt 60-szor hallottam ezt a tejvót. Komolyan mondom. Ezt mindenki minden évben elmeséli. Olyan tejvó volt itt, nem mi tudom, hogy még létezik-e. Olyan tejvó, hogy azon besírtok olyan ott tejvó. Ott a nagy tér másik oldalán. Ott van? Igen? Hát, hogy ott volt. Az állandóan költöztek ide. Gyerekkoromban itt nőttem fel a Lombárd helyén, de az eredeti tejvó az itt volt, ez a nagy ház. És aztán oda áttették? Van egy, hát nem, mert utána nyílt a Széchenyi téren, az még nem tudom, az is megszűnt, de itt a könyvtárnál. Jó van, minden nincsen benne igazából, csak mondtam, hogy jó, egy jó, jó tejvó volt. Na és a szegedi lányok, azt hallottuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon csinosak. Azért maradtam Szegeden. Ne csináld, komolyan? Hát megházasodtál. Majdnem. Komolyan, találtál valaki? Így van. Nagy szerelem lett? Így van. Találtál valakit, azt mondtam, ezzel a fejjel? Hogy, hát igen, már nézd meg, látom. Nem erre gondoltam. Nem erre gondoltam, nehogy is, csak hogy nagy szerelem lett itt Szegeden. Igen, igen. Egy másik angol szakosra? Így van. Pont. A vetyár. És lány ráadásul. Na. Tessék? És lány. Ezt Istenem, de jól hangzik. Nem érzed. Hogy lehetsz ennyire régi módi? Igen. Nem vagy elég haladó. Lányok ott mögötted, Feri ketten, piros kabát, fekete kabát. Megy a szülinapos, megy a szülinapos. Hello. Hello. Aj, de helyesek vagytok, lányok. Hány évesek vagytok? 20. 20. Ketten együtt? Ketten együtt. Nem, 23. És kijöttetek bennünket megnézni. És germanisztika, romanisztika, milyen szakon tanultok? Gyógytornásznak tanulunk. Gyógytornász. Én is. Aj, a gyerekom. A Janit meg tudtátok most gyógytornáztatni, de tényleg. Kicsit. Hát milyen probléma? Kicsit nekem is elkezdett fájni az isjászom. Az isjászom elkezdett egy kicsit nyomni. Tízig zene. Meddig tanul az ember gyógytornásznak? Hány évet kell ahhoz elvégezni? Hát az alapképzés az 4 év. De egyébként lehet mesterképzésre menni, PhD-zni, meg még vannak ilyen, ilyen plusz, ilyen rövidebb tanfolyamok. Hát, mesterképzés, PhD, ezt a srácok nem értik, mindegy, ezt tudom, nem voltatok már, tehát felsőfokotok már nincsen. Már akkor untuk a diplománkat, kisfiam, amikor te még az általánosba jártál, már akkor nem tudtam vele mit csinálni. Már akkor nem érdekelt a felsőoktatás, amikor az meg a másik. Igen, tudtad, hogy nem éred el. A felsőoktatás. Lányok, és akkor már ez már elvégeztétek? Már... Nem, másodévesek. Másodévesek vagytok. És hogy ez a szakma? Hát azért ez egy szép hivatás, de ez kell egyfajta komolyság. Az ember ezt így tudja már 20 éves, hogy ezt akarja csinálni? Hát én elég hamar tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni, igen. A Feri lassan... Az öcsém sok gyógytornászhoz járt, és ezért. Igen? A apámnak beállt egyszer a derbe. Igen. És csak balra tudott kanyarodni 3 éven keresztül. Mindig úgy ment a piacra, hogy csak balra. Feri lassan 50 éves, hogy mit tanácsoltok, aki már mozogjon minden reggel egy kicsit, hogy amikor elmacskásodik, mikor ki kell az ágyból, nem? Most mert úgy régen még úgy kipattan, de most már azért olyan kis... Mondod most, hogy mozogjak. Öregecskén pattan ki. Ugye, hogy masszírozzát a végtagjait reggel már, nem? Ez mindenképpen megindulj, saját magadnak való masszírozás, az ugyanolyan jó? Hát biztos, hogy jobb, hogyha más csinálja, de... Ha magadnak csinálod, az is hatásos lehet. Tegnap bementem egy ilyen thai-masszázsra ott a szállodába. Hát figyelj, a tájul nézett ki, az biztos, de hogy semmi köze nem volt a thai-masszázshoz. Mikor elkezdte a tenyérével csapkodni a fenekem, akkor éreztem, hogy egy picit rossz helyen vagyok. Én szerintem megtanult egy ilyen svéd masszázs. Szabadik a Balázs! Semmi köze nem volt. És ugye másfél órára mész, és tök ciki, hogy ugye nem állsz föl 3-4 óra után, hogy köszönöd neked, ez nem jó. Jó, de te rád néz egy nő, és már adta. És másfél óráig szenvedtem, miközben ment 2 darab ventilátor, érted, fújta az acsimat annyira durva, hogy 12 fokos hőmérséklet volt a szobába, és egyszer nem tudott masszírozni. Én akkor mit csinálsz, eljössz? Nem jössz el? Hát dehogy nem. Igen? Miért nem mondod azt, hogy köszönöm szépen, mégse. Hogy a fenekemnél, hogy sokat időzött, az úgy jó volt. Hát akkor megmondd azt, hogy menjen vissza a fenekedhez. És én a csapkodta, meg rámált, de nem az a klasszikus tájmasszázs volt. Tehát szerintem ő ezt nem tanulta. Tök jó a tájoknak, mert azonnal azt hiszi mindenkiről, hogy tud tájul masszírozni. Nem, pedig azt is meg kell tanulni. Ti ilyen masszázsokat is tanultok, lányok, egyébként? Igen, azt is tanulunk. Igen? Milyen masszázs? Hát, svéd masszázs tanulunk csak. Igazon benne a képzésbe. Jani nagy masszíroztató egyébként. Te jársz mindenféle masszázsokra. Minden. Nem, azt még nem sajnos. Nem sikerült ott rábeszélnem senkit, hogy ez egy elfogadható. Az mi az a lingam az egyébként? Az mit csinál? Nem tudom, most mondtam.
Aztán megkértem, hogy zárjuk egy ilyen csúszkamasszázsal, azt meg nem akarta, úgyhogy úgyhogy eljöttem. Na jó, van, drága szegediek, nem sokára játszunk. Van kedvetek egy kicsit? Hm? Van mindenféle ajándékunk egyébként. Ki kell bennünket rakni... Az ülőjük 102. Ki kell rakni bennünket Békés Csabán. Nem, Csempéből. Ugye jól mondom, ez a játék. Így van, nagyon jó. Ugye? Csempejáték. Tegnap konkrétan beesett az arcom a mosdóba. Két lány az elképesztő szerencsétlenek voltak. Ők csináltak, aztán rájöttünk, hogy mi volt, mert ők azt gondolták, hogy egy centi, két centi vastagon kell felrakni a ragasztóanyagot is. Tudod? Nem. Hát nem, hát nem az érezték. Két pötty, nem kell több belőle. Túltolták a ragasztót? Egy kicsit, és csúszott le az arcod. Rettenetes volt itt széthulva látni ezt a testet. De legalább nagyon kedvesek voltak a lányok. Igen, csak beestem. Tényleg? Láttam egy olyan képet, amikor egy az arcom összetörő egy mosdókagylóba benne. Na, választhatok majd valakit, hogy kit akartok kirakni. Aki egyébként megnyeri ezt a versenyt, 100 ezer forintos ajcsit kap. Igen. Oh. Sajnos a tejfejős játék már elúszott, ugye ezt Balázs odaígért a régi ismerősén. Ne, ott is két ember fej egyébként egyszer, úgyhogy ott is vannak még kiadóhelyek. Jól van, elmegyünk egy picit hírezni, csak mondjuk azoknak, ahol egyébként szakad az eső, hogy itt Szegeden süt a nap. Gyönyörű szép idő van. Gyönyörű ahol szép mi idő vagyunk, van. Ott süt a nap, ennyi, mm-hmm. Nem? És, igen, és eszébe jut Balázsnak egy régi történet erről. Volt itt valamire egy teívó. Na, jó van. Fél 8-an pontosan elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk mindjárt vissza. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, Szegeden, egyébként a Duganics téren, és hát nagyon sokan vannak itt az üveg stúdió előtt. A drága szegediek eljöttek bennünket meglátogatni, és hát már volt egy ilyen kis közönség találkozó jellegű kis beszélgetés. Így van. Ki az a Kobayashi Kenichiro? Komolyan mondom. Sőnyi vár? Azért mondom, hogy Ferire nézek, mert Feri úgy vezényli a tömeget, hogy egyszerűen a hátán viszi Szeged népét. Jó voltatok, nagyon ügyesen. Ugye a hallgatók nem látják, hogy Ferinkor kimegy az üveg stúdió elő, egy pillanatra egy beint a tömegnek, és jönnek vele, mint egy jó szimfonikus zenekar. Komolyan mondom. Egy született egy törölmetszet MC. Csak ránéznek a karmesterükre, és egy pici szemvillanásból látják, hogy jönni kell, és jönnek. Ez hihetetlen. Látod? Feri megfordul, de csak így alulról, egy pici csuklóból így, és azonnal. A kincsi, de megfordul, vigyázz. Egyébként hozzá kell tennem, hogy az elsőt ma Szeged önállóan csinálta meg. Akarták. Ők maguk jöttek, tehát akkor még ugye a hatos, akik itt voltak, fogták és nyomták is, úgyhogy nagyon jó a csapat. Jó ez az új tankcsapdala, egyre többször hallom. Kicsit huligánszes, tehát ilyen lalala, de egyre többször hallom, és egyre jobban tetszik. Az a legnagyobb bóknek. Nem, a huligán csinál ilyen tingli-tangli, néha ilyen lárifári dalokat kicsit. Egy jó kis lárifári. Nem, azért a tankcsapda... Meg egy jó kis lárifári slágert, a tankcsapdát. A tankcsapda zúz általában, a huligán csinál, hogy a tini lányok ugye bugyiai lehújjon róluk, és tényleg mindenki megvegye a huligánszlemez. Ez képest ez kicsit huligánszes lett, de ennek ellenére egyre többször hallom, és egyre jobban tetszik. Jó a szöveg. Igen, meg az arányok náluk pont fordítva vannak, mert ugye a huligánsznél mondjuk 10-ből 9 ilyen, és egy az úzós, a tankcsapda. De nem pedig pont fordítva. Hál a jó Istennek. Igen. A legnagyobb lányom ma lett 16 éves, kérdeztem, na milyen érzések vannak benne? Tök gáz, hogy mindjárt felnőtt leszek. Nincs az a semmi baj, olyan jó arc felnőttek vannak itt. Itt van a Rákóczi Feri például, ő is május 11-én született. Totál lenyúlt ki a katarccal. Hát épp ez az. De tündér. Boldog szülőnapot, Feri. Kata, itt vagy esetleg itt vagy a helyszínen, vagy SMS-ben írtad. SMS-ben küldted nekünk. Hát igen, Feri már azért így alulról kárcolja az 50-et, de az vigasztaljon az a tudat, hogy jön veled a János is néhány nap múlva. Így van. Tudod, mindig azt szokták mondani a fiatal csicsergőkre, mint például te vagy ezzel a Szovjet 30 valamennyivel, hogy azt meg kell még érni, ahol mi vagyunk. Abszolút. Tudod, nekünk megvolt ez a gyönyörű, mennyi? Pár. Nekem 47, ahogy te számoltad. Igen, 47 megszámolom. Igen, te meg még ott 30 környékén érted, elevickélsz. Viszont nekünk nincs se veszteni való, mert mi nem voltunk szépek soha. Mire gondolsz, hogy öregszem? Neked nagyobb trauma lesz majd. Sírva ott állsz a tükör előtt, hogy a Q10-et még föl kellene válsz, ha jól. Mire akkor majd hátra simítod a hajad, és a fele ott marad a kezedben. Viki! De az igaz, hogy ha már megkopaszottam volna, már kopasz lennék. Tehát az már elmúlt volna. Illetve vagy majd már kiullott volna. Illetve 10 év van a gyerekek, gondoljátok, a plastikai sebészet már hol lesz? Érted? Csak félti. Fogsz plastikáztatni? Én nem fogom magam szétvaradni, de ha kicsit valamit, tehát hely megcsúszik, azt az de mi, hogy táskásodik a szemed, akkor majd megereszkedik a mellyed, akkor fölhúzod. Hát valamit. Hát bimbó reményeség ellen. Képtelen lennék rá. Valami kicsit, hát majd, ha odaérünk. 10 év múlva már nem mondják meg, nem
úgy szétbotoxolva, mint Mickey Rourke, csak úgy egy ilyen kis lehelletnyit, hogy azért még úgy, miért Tomon látod, nem látod a Tom Cruise-on, állt, hogy ilyen vércserél, meg nem tudom, miket csinál. Úgy néz ki, mintha még mindig 30 éves lenne. És nincs szétvarva, tehát ő nem így fiatalít, hanem valami jó módszer. 10 év múlva már gondolod, mi lesz? Az a baj, hogy egyszer hagyod, hogy hozzányúljanak az arcodhoz, annyira megváltoztatják az egész arcodnak a szerkezetét, hogy utána nem fogsz egyenletesen öregedni. És utána mindig utána is utána kell varni majd, hogy ne nézzél ki mondjuk, mit tudom én, 50 évesen úgy ki, mint egy buzzet hang. Lóg, és a hasad is leér középen. Igen. Azt írta egy hallgató, amíg átverekedtem magam a tömegen, eltört a középső ujjam, így nem tudok indulni a fejő versenyen. Fájdalom díjként szeretnék egy ajándékcsomót. Lívia, hol vagy? Mutasd azt a kis ujjacskát. Persze, és már elismertél orvoshoz, és be is kötötték gyorsan. Igen, járó gipszben. Itt miket találnak ki? Figyelj, komolyan mondom, a szegedi lányok azok el. Hol a Lívia? Igen. Azt írta valaki, hogy azért jó szegedi lányjal szeretkezni, mert nem azt mondja, hogy még egyszer, hanem még ötször, még ötször. De jó. Hello, Lívia. Mi történt? Tényleg az ujjad? Igen, eltörtem. Hol jártál? Egy kukának szorítottam, meg is a fal közé. Kit? Kit? Aki aztán eltörte. Igen. Postás, mert nem akart odaadni a térti bevényest. Hol a család? Mi történt? És eltört a kis ujjacskád. Ez. És fölemelte a középsúlyát. Gyerekek, itt mindenki bökrére hajt egyfajta érzelmi zsarolással. Jól érzem, Lívia, hogy te is. Mikor történt ez az ujjaddal? 10 napja. 10 napja? És meddig van az ember ujja gipszben? Egy hónapig? Jaj. Atya úristen. Nem hiszem, el volt törve a lábam, annyira viszketett, hogy egy ilyen hurkapálcával vakartam már véresre. Tudod, mikor ilyen, még voltak a mikorunkban, azok az STK-s gipszek voltak, nem volt ilyen könnyített gipsz. Nem tudom, miből csinálták, ilyen mészkőből, vagy nem tudom, miből. Emlékszel? Gipszből, de gipszanyagból. Emlékszel, hogy volt itt egy teívó? Te rohagyd meg! Na játszunk, itt van már is a játékosunk, a kérdés, mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Vülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Aki válaszol, már jön is hozzánk. Egy nagyon lány. Kedves, helyes, fiatal lány, akinek neve? Réka. 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 Sziasztok, jó reggelt. Hello, Réka. Réka, emlékszem rád. Aha. Adok egy bármilyen. Csak hogy milyen jó az arcmemóriám, 2 perce szelfiztünk. Igen. Ennyi. Hát igen, jó az arcmemóriám. Most 2 percem áll. Viszonylag rövid távon memóriád, igen. Na, csak hogy azért... De szerencs, hogy nem 3 perc, basz. Igen, azért szerencs, hogy emlékszem. Réka, honnan jöttél hozzánk? Szegedi vagyok, de valójában tompai származású. Mikor jöttél a Tompáról? Most mindenkit kifaggatunk. Ides Tova 7 éve. Komolyan? Igen. Anglisztika esetleg? Neked is anglisztika szak, nem? Nem, média kommunikáció. Nem, minek csinálom? Frankológia. Hát, hogy ilyen szuper emberekkel találkozzak. A becsárja. Mint Feri és Balázs. Nem, mint Jani. És van egy wrestling. Igen. És itt van még a parmezán forgács is a tetején. És mi műsorvezetőként szeretnéd majd elképzelni, tényleg? Majd a későbbiekben, igen, most komolyan? Jelenleg. Riporterkedem. Riporterkedsz, ilyen szegedi tévé vagy hasonló? Nem, Hódmezővásárhelyen. Hódmező. Most a Tritko is valamilyen kisebb kábel tévéhez ment el. Cegléd. Ceglédi tévéhez igazolt? Nekem egy pici jobban memóriám, igen, tegnap mondta. De neked. Neked. És te mi szeretnél lenni, Réka? Műsorvezető, vagy szerkesztő, vagy minden együtt? Műsorvezető majd. Igen? Uh-huh. És már vannak ilyen kis bejelentkezések, hogy itt vagyunk? Hát nem, még élőzni nem élőzöm, csak ilyen kis stand-upokat csinálok, de amúgy nem, csak szerkesztek. Miről csináltál utoljára anyagot? Mi volt? Tegnap kimentünk, mármint tegnap hol is forgattunk. Egy bozott tűzhöz. Igen. És ilyen kis anyagokat csinál otthon a kertben. Idén sajnos nagyon elverte a jég a cigány megyet, ezért... De ez tök jó. Így kell elindulni, kicsibe kell elindulni. Persze. És érdekel a műsorvezetés? Igen. És a rádió vagy a tévé inkább? Tévé, de rádiózni is majd szeretnék, majd szeretném próbálni. Tehát minden akkor, ami a műsorvezetés. Mentorád. Az mit jelent? Hát majd elmeséljük, hogy szerintem mit jelent. Karolt fel. Sok fejlődő tehetséget mentoráltam én azért pluszos időben. Mondtam, hogy lehetsz te műsorvezető. Igen. Az nem úgy, hát elvezetőgettem velük. Nézzétek meg, mind meddig jut. Hogy lehetek műsorvezető? Balázs, gyere a papához, lehet műsorvezető, meg kell beszélni. De hát az egy másfajta időszak volt. Réka, neked van párod? Biztos komoly párkapcsolatban vagy, te egy komoly lány vagy. Van, igen. Milyen jó emberismerő vagyok. Nagyon, hát vagy. Nagyon. Mióta vagytok együtt? 3,5 éve. Majd a szerelem?
Nem. Még mit vártál? Hát már a Réka válaszám, hogy szerelem. Réka azonnal ki kell lépni belőle. Te ez még fiatal vagy, hogy belefásulj egy ilyenbe. Tényleg. Jó, minden figyelj. Kapcsolatban vannak hullámvölgyek. Szegény, és nem is erről beszéltünk, ami már azonnal megfejtjük. Minden a legnagyobb rendben van, megértünk. Közösen fizetétek az albérletet, tehát megértünk. Nem, ennyire azért nem horgonyoztam. Ennyire azért nem mély a kapcsolat. Mennyi idős vagy, Dika? Hány éves vagy? 23 éves. Még nem szabad magad elkötelezni. Még az fiatal vagy. Na jó. Na, azt mondja, hogy mit mond Dóra, mit mond Dóra? Hallanom kellene valamit, mert semmit nem hallok, csak hogyha az van, hogy mit mond Dóra, akkor hogy... Általában mindig egy süket fülest teszünk a hallgatókra, hogy összezavarjuk őket. Igen. Ez a nehezítés, csak ezt viszont nem mondjuk el. Aranyosan 10 percig beszélgetett, hogy semmi nem szólt. Na, akkor most akkor elmondjuk a kérdéseket, amikre válaszoltál. A francba, ez nem szokott kiderülni, hogy általában így nehezítünk a játékosoknak, hogy kevés az ajándékcsomag, és nem akarjuk, hogy nyerjenek. Amúgy nagyon izgulok, és remélem, hogy kitalálom. Semmi gond. Itt van még egy, ez talán menni fog, megoldjuk, Réka, itt vagyunk, tudod, segítünk, ha kell, fogd meg a kezem, én itt vagyok veled, és átviszlek a hídon, annyi. Át a mállásba. Én vagyok a te alagutad végén a fény. Azt mondja, hogy van egy tárgyunk, híres emberük. Nem tudom, tárgyunk már nincsen, ez tegnap volt. Igen, csak most én nincs itt az ülés, nem veszik ki, ami volt. Tegnap volt egy tárgy. Mondjad, mi van még? Hát híres ember. Ember az megvan, a szólásmondás megvan. Hát ez a kettő van még. Hát még a város, van még egy városunk is. Na, de elment az időnk, úgyhogy jöjjön egy zene. Város. Szóval híres ember, város vagy szólásmondás, melyik legyen? Réka. Város. Város. Remélem, mutatjuk a várost. Tudni fogod, nagyon egyszerű. Így szól. Figyelj, indítjuk az órán. Az Ágsoro. Soroksár? Nem kell soroknyi. Soró. Az Ágsoro. Az áll soros háza. Még van! Itt van egy köpésnek. Tudja. Nagyon jó. Réka, nagyon jó vagy. Tényleg nagyon jó vagy. Zaj, annyira ott vagy. Jó van, és a mit mond órás játékunkban ezt a héten egyébként, ezt figyeld, mondom, lesz szóban, amit nem tudok kimondani, de majd megpróbáljuk. Két éjszaka a félpanziós ellátással két személy részére a Mórahalmi Colosseum Hotelben teljes körű wellness és fürdő használta az Accent Hotels jó voltából, ahol 21 medence és csúszdák várják a kedves vendégeket. De szépen mondtál! Ugye? Kit viszel magaddal, Réka, erre a kis romantikus wellness hétvégére? Még átgondolom. Ez igen. Jó, a pasia most így rádölt a kormányra, tudod így. Köszönj mindent! És majd ad vissza a konyha bútorára. Ez a jó bár. Nem szabad elkapkodni. Egy ilyen jó wellness hétvég, azért az 3 nap. 3 nap, azt meg kell gondolni az ember, kivel megy. Réka, csókoltatunk, puszilunk. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Szia. Ciao. Köszönjük. Puszi Réka. Szia. Ciao. Ügyes lesz a szakmába. Hogyne. Mi is reméljük. Jó lesz. Ja. Olyan nem mindegy. Hogy? Tehetséges fiatal. A szem egy picit fentebb volt. Tehetség. Csak mondtam, hogy ha a szemkontaktust kerest, egy picit följebb kerest. Tehetséges fiatalok. 5 perc pontosan, 8 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Szegedről, a Dunanics térről. Yeah! A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jöjjtök a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Igen, én vagyok. Nekem van szülinapom. 8 óra múlt pontosan, 11 perccel. Igen, 8 óra múlt 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk Szegeden, a turnénk 3. állomásán, a Dugonics téren egyébként, és óriási mázlink van, mert hogy kapjuk az SMS-eket, hogy hol szakad az eső, hol milyen idő van. Itt nem. Tehát itt úgy néz ki, 10-ig kitart az időjárás, nem esik az eső. Már a nap is kisütni látszott néhány másodperc erejéig, de hát aztán ezt a támadást visszaverték, ugye? A felhők minden esetre kitartunk, és nem esik az eső. Már ez is jó. Óriási. Ez is jó. Megúsztuk. Eddig még megúsztuk. Szegediek nagyon-nagyon kedvesek. Köszönjük szépen. Nagyon szép számban jöttetek ki. Kapjuk egymás után az ajándékcsomagot. Tehát nyilván ez elsősorban Ferének szól, hiszen ő a születésnapos. 49. így most van. Is kaptunk valamilyen kávét. Azt mondja, hogy nézem, van benne Gronoderma, Bukake, Monster Dildo. Ezeket még nem ismerünk. Összetevők. Ezt pedig kapta egy ilyen kávét. Igen.
Istenem, hát én miért nem kapok ilyen kávét? Én monster. Önök reggelig. Joe Bandon, Fair Suzuki-ban, Super Trafi-ban, vigyázzatok. Aztán nagyon boldog szülinapot kívánunk Ferinek. Az én drága anyukámnak is ma van. Neki is, én is. És akkor így egyben felköszöntöm mindkettőjüket. Igen, felett és eljött ez, már 45 éves. Mindenki most úgy próbálja magát adásba csempészni, hogy rajtad keresztül. Isten értesen, Ferit, én is ma születtem, Kata írta nekünk. Tehát jönnek az önmagukat. Igen, az önmagukat felköszöntők, akik álszent szemét módon a Ferin keresztül próbálják magukat felköszönteni. Nem szép dolog, de mindenkinek boldog szülőnapot, persze, aki Ferivel együtt ünnepli a születésnapját. A M3-oson lehet haladni befelé a Szerencs utcánál, ma kivételesen nincs baleset, az M1-esen a 86-os kilométernél a hídról mérnek a rendőrök Hegyeshalom felé, ez Dávid 94 küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, tényleg keresik az emberek, a kedves hallgatók, a kapcsolódási pontokat. Nekem is születésnapom van, én is amnéziás vagyok, én is csak bringázni tudok. Ez ami rád vonatkozik, az amnézia, igen. A halás. Hát az ugye ott van. Jó, hát gyerekek, nem jó az arcmemóriám, de most már emlékszem rá. Te voltál az, akivel beszélgettem októberben 2,5 órát. Jaj, hagyjad már! Hát most megismertem a tömegből. Mit szólsz? Milyen jó vagy, így fél óra után emlékszel rám. Fél óra után hogy megismertem? Zseniális vagy. Csak úgy az adás előtt egy piros keresztet kellett rajzolni a homlokára. Igen, itt meg vagyok jelölve. Peti régen írt, Polgár Petiről van szó, városhimnuszokat, és ezt tegnap előtt elfelejtettük bejátszani, már nem emlékszem, meghallgatjuk, hogy Szegedre mi vagyunk. Jó, iszonyatosan felkészültek vagyunk. A promóban benne van egyébként. Benne van? Pici részlet, igen. Hallgassuk már meg, hogy Szegedre milyen városhimnuszt írt. Ez egy évekkel ezelőtt, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt írta ezeket. Ez egy rövid kis részlet. Ja, emlékszem. Én kérek elnézést. Ez lesz az indulónk, jó? Ez bármikor elkezdem játszani tízig, énekelni kell annak, aki körülötted áll, jó? Igen. Csak a Szegedet, jó? Valaki ez váratlanul lépjél oda, úgy a Szegednél, és önnek be kell, hogy mondja a Szegedet. Aztán legyen már kórus is mindenki egyszerre. És aztán egyszerre bemondítósat. Jó, figyelj. Próbáltok elkapni, hogy hol van Szeged, jó? Egy helyen van egyébként, ugye? Sing Halleluja, Szeged. Ez így néz ki. Figyeljetek. Váratlanul, én már látom a hölgyet mögötte. Szeged. Jó volt? Jó. Szeged. Jó. Nagyon. Most. Szeged. Jók vagyunk egyébként. Oké. Okay. Jó, most legyen egy nagy kórus. Szeged. Persze volt a hang egy kicsit később ért. Egy nagy Szegedet szeretnél? Egy közös Szegedet. Egy nagyot. Jó, aki Feri körül, aki Feri, hogy kezd mondani? Hagyjad csak, értik, vagy, ne. Igen, nem aki ott áll Feri mellett. Aki itt van az unja, hogy Szeged. Miért bonyolítom? Tényleg, miért bonyolítom? Gyere. Na figyeljetek. Figyeljetek. Ez mi? Ez a Békés Csaba. Na jó, ez majd holnap. Jó, oké, menj. Nem is emlékeztem, oké. Nagyon jók vagytok. Ennyi, nagyon jók vagytok. Ennyi. Így legalább az ország másik részében, vagy többi részében is hallottak, hogy legalább 6-an vannak itt. ilyen a mi kis szegedi kórusunk. Egyébként még csinált Székesfehérvárra, elfelejtettük beadni a fehérvárjáknak, és Szombathelyre is. Visszafele adjuk meg nekik. Szombathely? Szombathely zseniális. Nem is emlékeztem. Annyira primitív csoda, hogy azért fizettünk. és ezt mi kifizettük a Petének egyébként. Figyelj, egészen nagyon jó, figyelj. Jó, Fehérvárra sem emlékszem, de akkor most hallgassuk meg Fehérvárt is, nem? Hogy mit üzen Peti régen, sok-sok évvel ezelőtt a fehérváriaknak? Nagyon fáradt. Jó volt. Egyébként majdnem minden városnak tudott hímust írni. Hát a kalappal. Csinált ezekből, vagy 50 darab volt. Tehát ez kell az agy. Figyelj, csak ne haragudj, tényleg hadd kérdezzem meg, reggel 6 óta itt állsz, és a telefonoddal te videózol, vagy közvetítesz? Közvetítek. Kinek? Élőben? Igen. Az internetre? Nem. A Sláger rádiónak, hogy mennyien vannak a kitelepülésén. Bocsi. Jó, az jó, menő. Mutasd meg, hogy nálunk mennyien vannak egy kitelepülésen. Az, hogy Gábor ezt meglátja, elbőgi magát. Szegény, Istenem, amikor még mentek, akkor sem volt ilyen. Gyerekek, Music FM-es kémek vannak közöttünk, vigyázzunk akkor ezzel, vigyázzunk, mert jöttek megnézni. Vigyétek hátra! Vigyétek hátra! Kapjátok el! Na, lejátszuk a csempézős játékunkat? Kérdezem én hostess lányainkat, hogy felkészültünk erre a játék határok nélkül játékot meghazudtoló játékunkra, ott vannak már a lányok.
átverekedjük magunkat a tömegen. Csókolom, drága, jól tetszik lenni? Jó. Köszönöm. Valaki megfogta a fenekem. Hát az... Csókolom. Jó egészséget. Tessék? Tavaly is találkoztunk. Nem emlékszel, Balázs? Mondtam, hogy milyen sovány. A Feri? Ah, na, én. Hát magát szeretem. Magát. Ugye? Lefogyott a Feri. Csókolom. Ó, lefogyott a Feri. Csomót fogyott. Megmeri fogni a Balázs fenekét? Tessék meg, még egyszer. Ah, na, milyen volt? Jó. Jó? Ugye? Jó, jó. Tetszett minket jönni, megnézni csak úgy? Nem, minden rögge hallgatlak benneteket. Komolyan? Minden rögge 8 óráig. 8 óráig. És 8-kor mi van, piac? Vagyok. 8-kor elég lesz belőlünk. TV. Mit tetszik nézni a tévében? Mindent, ami van. Tényleg? Igen. Nem Csák Zsuzsát, a Mokkával. Azt is, meg téged is. Én reggel nem vagyok. De, szombaton. Ismétlik azt mindenhol. Szombat este, ez ami... egy ilyen pajzán műsor, azt tetszik nézni szombat este. Hát az egy ilyen csúnya, szexista dolgok vannak benne. Tetszik nézni a szombat estét? Igen. Volt igen. A Feri most benne. Volt, tudom, nagy szakálla volt. Kicsit ilyen Bin Ladenesbe nyomta akkor még. Igen, hát igen, kell oda egy terrorista. És mit tetszik még nézni? Mit tetszik még nézni a tévében? Milyen műsorokat? Igen, Szulejmán? Szulejmán megy van. Azt tudom, azt szereti. Máma lesz. Szóval teste, Szulejmán. És így együtt tetszett jönni hárman? Nem, együtt? Ketten vagyunk. Ja, ketten, csókolok. Onoka húgom. Igen, egy nevet tessék mondani. Én Rózsika vagyok. Én Marika Rózsika. Vagyok. Rózsika, Marika. Mindenhol az vannak. Az anyámat is így hívják, ez nem lehet véletlen. Hát, Marika. Jó, köszönöm. És még vannak ketten az osztályban. Kerülben egy ritka név. Őket is szeretem nagyon. Hogy is hívják? Hogy is hívják, Jani? Jani! Ez miért van, ez mindig te kapod? Most még azért, hogy a kis Janika. Ez miért van, hogy ez mindig te kapod? Na. Én viszont hármuk közül fel tudnám ásni a kertjét mindjárt. Ő ebben a legügyesebb. De soha így. Nincs kertem. Nincs kertem. Van kert, igen? Nem. Tetszik kicsit gazdálkodni? Gazdálkodok, igen. Mi terem a kertben, mi van? Á, csak virág. Virág? Meg egy kis zöldség. Zöldséget én is termesztek, csak illegális, ezért nem. Nem nagyon lehet bemondani. Mar akarok venni paradicsompalántát. Paradicsompalántát. Az jó. De tudsz te ennek körül. Paradicsompalántát. Próbáltam megnézni, hogy néz ki, mert én mindig csak ilyen zacskóba látom. Minden napra jusson egy vagy két szem. Egyszer édesanyám elkezdett epret termeszteni a kertbe, illetve az erkélyét. A muskát is adagban. Egy kis epret. Na most elmondom, egy év alatt egy szem eper, és a család így körbeállt és tapsoltunk, hogy meglett az epertermés. Egy szem, érted? Azért, mikor fölvágott hat felé, azért nem eszel belőle sokat. Nagyon örültünk neki. Tessék? Szeretlek benneteket, aranyosak vagy. Hát, így, köszönjük hát, szépen. Kedvesek, minden rögge. Nagyon szeretlek. A Ferit is, a Balást is, meg őt is. Igen. Ott. És hogy is hívják? Hogy is hívják? Hogy is hívják Józsikát? Nagyon aranyosok vagyok. A szakállas meg a műsor, az a kis gonosz, az a kis gonosz. Meg a kis arcodat megfogom. Na, játszunk egyet. Na, tessék még maradni egy kicsit. Jó, nyugodtan. Nyugodtan, csempézős játékunkhoz érkeztünk. Hát mindenhol vannak. Minden jó, jó hallgatóink vannak az a helyzet. Azt hittem, ti vagytok a játékosok, mondom. Ki játszik? Zsuzsanna. Mi játszunk, Robi? Robi. Évi. Robi, Évi. Éviék lesztek, Éviék, ők Éviék. Jó, legyen jó, Évi csapat, azt meg jó, tudom Évi érezni. Csapat. És a másik oldalon kik vannak? Hello. Ági. Évi. Éviék. Évi egy. Írjuk, hogy meg tudjuk jegyezni. Feri, ismerteted a játékszabályokat? Igen, így ismertetem. Ki kell választanotok, hogy vagy a hármas képet rakjátok ki, vagy Balást. Vagy őt ott. Őt ott. A kis Józsikát. Jani. A kis gondolat. Vagy engem. A kis Gyálit. Ezt kell kiválasztanotok, elindul az óra, és aki hamarabb felcsempéz, az viszi a 100 000 forint értékű. De nagyon-nagyon figyeljetek arra oda, hogy hagyjatok hézagot a csempék között, hogy szép legyen a fuga között. Ezt így séromoltod. És ezt így elmondod. Van ilyen pisztoly, amivel ugye be kell rakni a csemperagasztót, és föl kell pisztolyozni a csempére. Ezt én láttam, amikor rányitottam Janira, hogy neki is nagyon jól megy a csempére pisztolyozás. Mindig ezt csinálom egyébként. Szereti a fejével összemazatogni a csempét. Általában a szállodában mindig a csempére pisztolyozni. Nem tudom, a szponzor örül, hogy ez jutott eszünkbe erről. Jó. Persze. Hát de tényleg kell így pisztolyozni, nem? Hát ezt meg kell tanulni kezelni. De nem jó egyébként, hogy az ember saját maga csinálna. Sokkal jobb, ha ezt egy burkolóra bízzuk. És hogy legyen függőben a felület. Kinyomó pisztoly, itt van a ragasztó, itt van a leválasztó. Kit választotok? Évi egy?
Ferencet szeretném. Ez a beszéd. Ez a beszéd. A szülinapos. Rakjuk ki a szülinapos. Így is van. Akkor mindenki engem rakjon ki. Józsikát valaki? A kicsi gonosz tottelőt rak. Évi kettőjék. Ferit választjuk. Ne legyetek már ilyenek, Janit. Na, nem lehet, Feriből egy van. Janit el a francnak a kegyelem választás. Kegyelemből beválasztottátok. Akkor engem raktok. Jó lesz a Feri oda is. Van, nincs két Feri, nincs Feri. Nincs ennyi Feri. Nincs ennyi Feri. Hát, hiába akár mekkora testértet két csempe nem jön ki belőle. Jó, de a Feri 16 csempéből rakják, akkor 8-8. Igen, a Ferinek légi felvételről van a kép. Igen, csak messziről tudtam befotózni. Leszettük a Google Earth-re. Ahogy hájkolódom az óceán partján. A Ferit egy drónról fotózták rá a csempére. Na, indítjuk jó az órát, őrületesen izgalmas, 100 000 forint. Ideket van valaki, aki éppen lakást felújít? Vagy neki akar állni, vagy szép fürdőszobát akár akar magát? Minden rendben van most. Minden rendben van? Minden. Semmi kicsit elengedted, nem érdeket. Ilyenkor azt kell mondani, hogy igen, 100 000-ért azért tudok beletenni valamit a pecóba. Átruházható az utalvány? A szponzor kérdezi? A szponzort. Átruházható, mert Jani 30-ért átvenni. Én egy 20-est akartam bedobni, de lányok itt, lakásfelújítás, valami? Aha. Valami. 2000-as a szája. Kicsit csercegünk, na most megoldod. Szóval mondjátok, lányok, bocsánat. Hát még nem próbáltam, de ha jól megy, akkor otthon is. Nekiálltok, jól van. Elindítjuk az órát, jó, mehet a játék, jó? Aki előbb kirakja az egyik műsorvezetőt, az viszi a 100 000-et. Indíthatjuk az órát, mehetünk, jó? Nagyon fontos, hogy a feladat az megfelelő anyagot kell kiválasztani. Nyomjuk, mehet. Na, hajrá, toljátok, mert egyébként percek alatt el fog dőlni a verseny. Így van, ugye először ki kell rakni a csempéből, hogy jól rakjuk aztán föl a falra, tehát szépen, mint a mozaik darabokat, össze kell rakni Janit. Nagyon snájdik is fehéringben fotózkodott. Egészen te mikor fotóztuk? Nem tudom, de testidegen rajtad ez a fehéring. Nem, most is az van rajtam, csak már fekete. Leugrik rólad, hogy egy ilyen szépen vasalt ingben vagy, nem szoktál. Az nagyon jó egyébként, hogy egy csomó célszerszámunk van, ami egy picit lassítja a veleteket. János, ezen az oldalon kirakták, nem tudom, Vikiék csapata a másik oldalon, Ferivel hogy áll? Már igen, meg vagyok. Feri már megvan. Na, de csak fordítsuk meg, mert nem a vagy ide, akkor rögtön, amikor ragasztod. Most elkezdték a lányok rányomni a ragasztót a falra. Aha, vagy a csempére, vagy mi ez? Nyomja. Az a helyzet, közben hogy már ragaszthatok. Így van. Hogy nagyon jó. A lányok vezetnek, gyerekek. A lányok gyönyörűen tapasztanak. Most, igen. Nagyon jó. Gyerünk. Viszont elég, a nagy segítség, egyébként az érdekes, hogy mindenki fentről lefelé kezdi el, pedig hogyha lentről fölfele haladnánk, akkor az egy picit jobb lenne egy statikailag. Életem nem fogtam még, teljesen hülye vagyok. Tehát, hogy és még hány ilyen van? Fél nálunk kiég a búdiba a WC-n, fél évig simán sötétben megyek be. A lányok, hogy azt a mindenit neki! Ez megalázó. Na most jövök a rossz hírrel, a rossz hírhozat általában megölik, de én kockáztatok, befejezték a lányok. Egy rohadt sort raktatok ki belőlem, érted? A fejemet. Plusz, az hogy, drágám? Erről csináljunk egy fotót mindenképp, hogy Ferit hogy sikerült kirakni. Hogy? Kirakták Ferit fejét, és meg szerintem a combját berakták a nyakára. Nagyon jó. Ez hogy ide? Évikém, igen. Kicsi. Igen. Hogy? Így sikerült. Semmi baj, nincs ezzel baj. Ezt érdemlem születésnapomra. És én mindenkinek még egy bónusz ajándéképpen a győztes lánypárnak még egy fair play díjat, mert átjöttek erre az oldalra kiröhögni az ellenfelet. Jó, megvagyunk. Megvan a 100 000-es értékű kis hideg burkolói utalvány. Lányok, használjátok, egészséggel ügyesek voltatok. Nagyon-nagyon ügyesek voltatok, gratulálok. Igen, jó volt, tényleg, ami jó, az jó. Ott van. Hát, meg jó volt az alapanyag, ugye? Hogy tetszett a verseny? Jó, az alapos, igen. Tessék már lefényképezni. Csináljunk néniről egy fotót? Nem, én Józsi megcsinálja. A Józsi, a kis gonosz Józsi megcsinálja. Tessék ide jönni. Jó? Tessék? Ott van az óriás. Tessék, hol az óriás? Óriás! Jövök, cicám, itt vagyok. Szombateste jön. Na. Jön a szombateste. Már voltam. De szombateste nem tetszik már aludni? Már 9:30, hát az késő, nem? Még éjfél kósi. Komolyan? Tessék már csinálni rólunk. Én meg a Józsika megcsinálja. Egy keresztemet tetszik még mondani? Még egyszer? Marika, drágás. Ilyen későig fent tetszik lenni? Jönnek át a barátnők, és akkor parti van egy kicsit? Igen. Isznak a kontya. Iszunk, összünk. Iszunk. És mi? Kis alkoholizálás? El nem ázunk. Konyak, mi? És mi megy tényleg? Igen, este konyak, reggel konyak. Ettől leszünk. Mozgékonyak. Húha, belenéztem a parti képekbe, durva. Nem baj. Mit találtál? Körbe álljátok? Gyertek, tessék. De csak a Balázs alakar. Nem. Az óriás is jöjjön? Óriás is jöjjön. Na, ezt mondja, hogy...
Megcsinálja a Józsika a fotót, jó? Megcsinálja Józsika, ügyeske. Ügyes, na, nem. Na, figyeljetek. Janika! Okay. És bingo. János! Na, jó, most vagyunk mindenki. Úgy van. Meg vagyunk, csókolom. Köszönjük jó szépen. Egészséget kívánunk, aha. Csókoltatjuk. Tényleg belenéztél a fotókba? Mit nem? Magamat fotóztam le, vagy meg tudja jegyezni az arcot. Fotózza Máli magát is, vagy téged. Ne. Hát én imádom. Kár erre pazarolni a pixeleket. Na jó. Csókolom, puszi, köszönjük, jó egészséget, bocsánat. Átmegyünk. Ne menjél csak sehova te át. Hova, miért? Mi van ott? Mit mond neked az, hogy... Nem ismerek meg senki, gyerekek. Aha. Akivel 10 percig későbbről beszéltem, Kovács nem ismerem. Kovács Pali bácsi. Kovács Pali bácsi? Uh-huh. Ő az osztályfőnököm volt. Nagyon jó. Igen? A nyolcadikban. És Lajos mond... bácsi? Általános iskolában. Uh-huh. És mit mond neked az a név, hogy Lulu a kék osztrigából? Várjál! Mond még? Sóstói ifjúsági tábor, emlékszel? Bocsánat. Sóstói ifjúsági tábor, persze, nyolcadikkal ott voltam, és ő az általános iskolai tornataláron volt a Lajos bácsi, aki mindig lepofozott, és beestem a gardróba. Nagyon jó. Most gyorsan... Tessék? Még benevezni a tehénfejésbe. Imádlak benneteket. Fejni szeretne? Ha? Igen. Hát nem tudom, Dunáni, hogy meg... Anikó vagyok. Anikó, csókolom, Anikó. Kezdj, csókolom. Egy óra múlva fejünk. Ja. Jó, megvárom. Befejezzük ezt a sztorit, amit az előbb elkezdtünk, és akkor visszatérünk. Megbeszéljük, jó? Visszatérünk, jó? Jó. Csókolom. Na. Hol tartottam? Na, na. Te menjél csak nyugodtan. Igen. És igen. És Varga még... Ági néni. Így van. Varga Ági néni, szerintem ő is. Ő pedig a magyar tanárom volt, ha minden igaz. Akkor most kaptunk egy fényképet, amit én Jani elé fogok letenni, megmutatom, hogy hova, koncentrálj. Ez a jó. So... És van még egy név, dr. Burgundy Józsefné bőr és nemi beteg gondoz. Miért kell minden történetben kihozni azt, hogy én nemi beteg vagyok? Nem is értem. Beszélj erről a fiúról. Kaptatok egy általános iskolás fényképet. Sóstói ifjúsági táborról, aha, kérlek szépen egy fotó. Atya meséljél, Isten, hogy ki a... Ebben a pillanatban azt mondom, hogy az én történelmem leciki fotói is egyébként felértékelődtek. Nagyon durva. Konkrétan nincsen. És gyakorlatilag abban a pozícióban voltál még ebben a csapatban, mint amiben én vagyok ebben a csapatban. A feled látszik csak ezen a képen. És éppen majszolsz valami kis fagyit, és úgy látom, hogy elég rágós, mert a fél pofád, mint egy ilyen hörcsögnek. Úristen, megmondom, mikori képet tart ez a kezedben. 1990 vagy 91. Akkor voltam Sóston. 92-ben ballaktam. 91-es. 91-es. Kitől kaptuk? És 2002-ig hordtad ezt a haja? Nem, azt az esőkabátot. Igen. Hát csak mondanám, gyerekek, hogy egy fehér sportcipő van rajta, majd menjetek fel az Instára. Gyerekek. És egy bokazokni, amit a tulajdonos, a Sebestyén Balázs kicsit erőltetve, tudod, amikor így húzott fölfelé. Lábszár közép. Akkor még anyám adta rám. Akkor még anyám öltöztetett, és azt mondta, le nem mert venni, kisfiam, mert agyon vág le. Zseni. Odanéz. Úristen. Kis térnadrág. Ki hozta nekünk? Írt levelet is? Lehet, hogy ismerem. Lehet, hogy régi osztálytársam. Valószínűleg igen, mert gyere már, légy szíves, hogy arra már nem emlékszem, hogy kitől kaptuk pontosan. Tehát, hogy milyen annyiban módosítanám azt, amit Feri mondott, hogy Feri a melletted ülőt mondta, tehát te nem. Ez vagy, ez pedig valamelyik osztálytársad Feri vázolta, nem mellette áll. Nem, az tök ciki, az, az ő lába. Nem, az nem az, nem, lába, az... Én egy fehér nadrágban vagyok, te hülye, ennyire rossz a szemed. A Feri leírt egy másik képen gyerekednek, tehát nem én vagyok fehér zokon. Én csak postás vagyok. Szia, hello, ciao, és ki a feleséged? A feleségemet Júcsinak hívják, és alattad járt egy vagy kettővel a na, rá viszont nem emlékszem akkor már, mert az általános osztálytársaimra mindenkire egyébként. Mellettem áll Ásztai Norbert, így hívták, igen, akit Feri egyébként lerajzolt a fehér sportzokniba, Feri. Az a Norbi, nem én vagyok. Csak mondom. De nekem azt mondták, hogy az vagy te. Hát nézek én rád. És alattam járt a fényes adóba, vagy hova? Így van, egyel vagy kettővel. És zaklatta, ugye? Azt nekem azt elmondtad, hogy zaklatta a Balázs a Julcsit. Folyamatosan, és meg a mai napig is. Hülye, 12 évesek voltunk, Feri. De már akkor is potens voltál. Most ezzel mi a bajod? Nekem meséltél egy 10 éves történetet. Ilyenkor kezdődik ez. Atya úristen, te durva. Emlékszem erre. Komolyan. Elrakhatom ezt a fotót? Megtarthatom? Mondd, hogy nem. Nem? Nem lehet? Hívd már fel asszonyt, a főnököt, jó? Hogy elrakhatom ezt a képet. Felhívom a feleségem, és majd üzenek, jó? Jó, jó, köszönöm. Itt akkor már mondják, és fényképezd le a telefonodat. Jó, várj, ott van egy hölgy szólaltás, megölt. Mi volt a tanács? Bocsánat, mi tetszett? Fényképezd le a telefonoddal. A betyárját, hát jó. Hát micsoda okos telefonunk van. Jó, hát képzeld el, én minden reggel téged hallgatlak a kutyus sétáltatás között. Amikor a Jani beszél, vagy én, akkor kikapcsolja. Hát a sziszi kutyám, én meg hallgatlak. És melyikünk hangjára kezd el kakilni? Jaj, drágám, meg? Az nem úgy megy. Nem? Az nem. És a sziszi kutya? Nem. Tudjátok, az a baj, hogy mindent
elnevettek. De mi egy ilyen vidám ébresztőműsor vagyunk. Na, azért nagyon szeretem, mikor olyan jó dolgokat mondasz. Olyan jó dolgokat mondasz, oktatod az embereket. Oktatod, hát igen. Hát vannak jó dolgok is. Van, kevés. Mindenről beszélsz, van témád. Az van. Hát ez a jó. Bocs. Nem érdekes. Azt ajánlom, hogy vágasd le a szakállat. Végre, drágám. Na, majd az kell divattanács, akkor szok a Janinak valamit. És az asszony szereti? Imádja. Imádja, de nem csak ő, hanem ma már többen jelezték, hogy végre egy férfi, és? Akinek nőrende szőrzet de az arcát. De nem tetszett átverni, hosszabb volt. Tehát igen, de annak örülök, hogy leszoktál cigarettáról. Na, látja. Igen, leszokott. Boldog volt. Még a szakállamat levágom, akkor esetleg már hozzám is mond egy jót. Szépen megnőtt. Ilyenek ezek a hajam. Tetszem? Igen, most igen. Már jól nézek. Fölhívom a feleségemet, megijatunk egy kávé 10 óra után. Olyan szép két gyerekeid van. Nekem 12 unokám van, és 5 dédunokám. Jó lehet nálatok a karácsony. Képzeld, de mikor 28-nak főzök, majd meghalok. 70 éves leszek a jövő hónapban. Tessék már valamit a Janiról is mondani, mert olyan Jani, érzékeny. Jani, imádom. Igen? Hát szeretem, nagyon. Nagyon jó vagyok. A szombatesti műsorban. Humoros bemondásai vannak. Szombatesti, mindenki ilyen később igen, van? Igen, szeretjük azt a műsort, nagyon jó. Tessék írni levelet tudod, Kolosi Péternek, hogy ne vegye le a képernyőről. RTL a műsorunk? Így van. Meg a klasszik. Éj, vége? Hogy mi? Nem, most nyári szünetre megyünk, de lesz majd. Csókolom, köszönjük, csókolom. Sikerült a pároddal beszélni? Nem. Sikerül, de azt mondja, hogy nem adja oda. Nem adja oda. Ez az egyetlen olyan képe rólad, ami ilyen régi. Így van. Ráadásul a Blik ígért illetve 10 000 forintot. Pont ezt akartam, hogy el akarja adni a Hot magazinnak 30. De most mi a francnak őrizgeti? A Balázsról egy régi képet? Látod, úgy látszik, hogy még valami szintén kötött. Ott még valami dobog. Elrakom, lefotózom és akkor visszaadom. Jó? Tüntesd le, a bizonyíték. Tényt össze is nyerdre. Igen, 8:30 úr, pontosan 3 perccel. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, itt vagyunk. Húzd még egy kicsit, míg kiérek. Itt vagyunk, ezt hallgass, higgyed már, akkor is. Ez az, már megy kórusban. Nagyon jók vagytok. Döbbenet, hogy ezt mi a Petinek kifizettük, nem? Igen. Ugye? Igen. Tehát erre mi fizettük. Az baj, hogy akkor még nem raktál bele a problematikus részeket a szerződésbe, pedig vissza tudnánk kérni. És egyébként nagyon kedvesek, nagyon helyesek a szegediek, mert egyre másra érkeznek a születésnapi jókívánságok és ajándékok Ferinek is, és lassan szerintem azt is eltalálják, hogy hány éves lesz Feri. Boldog 49-e. Oh, de jó! Akkor a rohadék vagyok, én mondtam el 6-szor a 49-et, és küldtek Ferinek egy krémes 49-essel. Két gyertyával. Így van. Egy 4-es és egy 9-es. Lecsipem a tetét, és akkor 64-re is jó lesz még majd. 69-re. Gyújtsuk már meg, és akkor csináljunk az Instára egy videót. Majd én kimegyek a barátaimhoz, jó? Mert ti izék vagytok. Szemetek. Kérdezte egyébként a rétesház, hogy megkaptuk-e az ajándékát, drágák vagytok, köszönjük, megérkezett minden. Erőt, egészséget, tisztelete, jó szolgálatot önöknek is. Így van. Hát, muszáj volt, mert mi van? Ne állítsál meg. Ez az én születésnapom. Most hova viszed? Ide, a barátaimhoz kijövök, mert ők szeretnek, nem olyan rohadékok, mint ti. Tessék. De meg kéne gyújtani, vagy majd a végén? Van tüzed? Feri. Gyújtsuk meg. Ez nagyon jó, hogy ott állsz a tér közepén egy tortával. Igen. Ez ráadásul egy krémes torta. Ez egy hatalmas krémes. Emberes, na. Mondjuk. Jó, halkan a boldog születésnapot. Tessék. Rajta. Szeged. Boldog szüli napot. Várjál, magamat veszem. Boldog szüli napot. Boldog szüli napot. Feri. Szeged. Boldog szüli napot. Éljen Feri! Veszem magamat is, itt vagyok én is. Boldog szülőnapot, mert Feri, de azért te vagy a legjobb Balázs. Tehát még... Így van. Szeged. Szeged a legjobb. Ki látta Fredit az Eurovízió? Láttátok Ferit? Ferit? Nem voltam. Vagy Fredi, bocsánat. Idén még nem indult. Mi volt? Tovább jutott? Mi nem láttam Eurovízió. Tovább, ben van, első 10-ben vagyunk. Így van. Első 10-ben? Hát már a tegnapi adás első 11, tovább szombatra van. Az első tovább jutott. Az első, tehát beszavazták. Be. Álljátok, az esélyes ez a dal. Én még nem hallottam ezt a dalt. Mi nem játszunk azért, és én nem hallottam. Pajonyír! Jó az új Freddy dal, jó? Te ismered? Igen? Igen. Sort énekelj el belőle. Freddy.
Az a neve, hogy Pányír. Szeged. Pányír. Szeged. A legjobb. Őt nagyon szeretem. Igazi lokálpatrióta. Ki tudja az nem, dalt? Senki? Nem akartok énekelni, nem kell, csak hogy jó, tehát jó a dal. Na, de mindjárt belehallgatunk, megkeresem. Kérsz a krémesemből? Akkor idézzetek egy korábbi Freddy slágerből. Mit csinálsz? Hallgat, semmi, odaadtam a krémesemet, mert én rendes vagy. Rendes vagy, Feri. Látod? Mindenedet odaadod, Feri. Nem emlékeztél rá, most már a Ferihez dörgölődzik. Igen. Figyeljetek csak, hogy írják, nem Freddy E, csak kíváncsi vagyok. Nem, Y-nal a végén. És egy D. Pányír. Az a dalcím, hogy úttörő. Igen. Vagy a Pányír támogatja. Volt egy korábbi, de most változott, annak Kisdobos volt a címe. Na, csak egy pillanatra hallgassunk már bele a dalba. Tényleg kíváncsi, én nem hallottam még ezt a dalt, de hát ha magyar van kint az Eurovízión, akkor drukkoljunk. When you need to run away from what... Jó. Na. Basszus, még ennyitől is könnyű szokott a szemembe. De, figyelj, jó. Hát, érzékenyültem. A Freddy egyébként annyira ilyen amerikai feje van, nem? Tehát ilyen világsztár fejű a srác egyébként. Nem, a csajok imádják valószínűleg. Napszöveg, kigombolt ink, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen... is világsztár feje, mert Guinness Bookban való. Ekkora búrákban. Jó, de nekem a méretes a súly. Most azt mondjátok meg. Na, várját, közben addig bejátszom, mondjad, igen. Hogy miért kellett őt lefredizni? Mert ő Fehérvári Gábor Alfredként kezdte. Mondjuk ez nem egy könnyű név, nyilván. De hogy miért lett ő Freddy? Mert ez egy éve van, hogy ő Freddy. Előtte, amikor ő föltűnt, őt Fehérvári Gábor Alfrednak hívják. Biztos, hát gondolom, hogy egy művész nevet kellett találni. Freddyt? Lett egy menedzsere, aki okos. Sok pénzért. Álljátok, a dalt nagyon szeretik. Mondjuk ezt már Wolf Katinál is megjártuk. Kati is ugye nagy esélyes volt. Elkönyvelték már győztesnek előre. Csak van egy fütty rész benne? Milyen rész? Fütty. Ja. Igen, nem rossz a dal. Jó, a csávó egyébként írgalmatlan jól énekel. Jól énekel? Jól. Ilyen hang hol volt eddig? Hát most tűnt fel, ugye egy-két évvel ezelőtt volt egy slágerdal, amivel berobbant, és ez a Mary Jo, ugye, hát ami nyilván egy... Két keresztnép. Egy női és egy férfi. Azt gondolom. De nem, az alul berobbant, tehát ilyen hanggal előtt hol volt? Tehát csak így megérkezett már készen szinte. Gyakorolt, hogy ilyen legyen. De jó. Na hát rukkoljunk neki. Neki, így van. Én nem nézek Eurovíziót, mikor van? Szombaton? Szombat még csütörtökön van ugye egy elődöntő. Hát azok tegnapi... mind gyengék, gondolom. Ja, hát érted, szombaton magadat nézed. Hát most meg a másik. Na, szombaton van pont az Eurovízió? Igen. Basszus, megint nem lett nézett akkor. Megint nem lesz nézett a műsorom arra. De miért szombatra teszik az Eurovíziót? Miért csinálják ezt? Jó, drukkoljunk Feredinek akkor, drukkolunk, nem? Jó, én nagyon drukkolok neki. Jó lenne a szép helyezést érni. Ki volt a legjobb? A Bály Alex a tizedik helyen? Ő volt eddig a legjobb, nem, ugye? Nem, Friderika volt, neki volt egy négy. Negyedik lett, így tudjátok fejből, negyedik lett Friderika. Ő volt az első, azt hiszem, aki kijutott, de ez nem egészen biztos, de talán így volt, és akkor azzal a kicsit szomorkás, egyszálgitáros dallal, akinek mondja már Vétkeimet cíművel lett ő negyedik. Mondd el nekem, Feri. Gyere. Én kíváncsi vagyok, szeretem ezeket a régi sztorikat, hogy ezt a később elévehesd. Arra emlékeztek, amikor Charlie Kim volt, és senki nem értette. Hát, az, igen. Senki nem értette, pedig én imádom Charlie-t, nagyon szeretem. Mert ő itthon sztár. Igen, van, ő a magyar Joker. És így kiment az Eurovízióra, és tudom, hogy senki nem értette, semmit nem értett semmiből. Emlékeztek erre? Fölment Charlie a színpadra egymagában, elénekelt egy dalt, és mindenki dermedten áll. Pedig Charlie egyébként kiváló. Óriási. Kiváló. Hát csak akkor az nem Eurovízióra. És akkor többi ország már ugye ilyen 20 éveseket indított, mondjuk max 30 éveseket, tehát Fritz volt mindenki fiatal, lendületes, és megjött Charlie a maga 60-ával, hát az igen, mi nagyon szerettük, senki más Európában. Igen. Az fura volt, meg az is fura volt, hogy a Hunnadal nem jutott ki. Na jó, hát az volt a furcsa. Kevesebbet kellett volna beszólni az MTV-ára nekem, és akkor lehet, hogy lett volna igen. Igen. Az első az még csak-csak átcsúszott, hát ha nem hallották, de aztán rátettél még egy lapáttal. Nem egyet. Ott el is vágtam. A biztonság kedvéért. Ott el is vágtam magunkat, igen. Na jól van, oké, gyorsan még egy-két SMS, amivel tudunk segíteni. A 228-as kilométernél a 3-as főúton mérik a Miskolc felől jövők sebességét. Ezt Laci küldte nekünk. Balázs Varga Ági néni fizikatanár volt. Szép napot, valaki nagyon keményen eredett. Varga Ági néni egyébként tényleg egy apró termetű kicsi kis fizikatanár volt a fotó alapján. Igen, Emi néni volt. Emi néni volt a magyar tanár. Emi néni. A fizikatanárunk egy pici apró kis, nagyon szigorú néni volt. Ti emlékeztek még az általános tanáraitokra? Senki. Hát, osztálytársakra? Senki. Én osztálytársakra nem. Nem? Mindenkire emlékszem. Név szerint tudom az osztálytársaimat. Jó, hát én nem, én csak a sajátjaimat.
M0-ás Csepeli lehajtónál Győr felé a külső sávon kamiongumi fekszik, balesetveszélyes, mindenki figyeljen. Sütis Viktor küldte ezt nekünk. Néhány esernyő kinyílt. Melegük van a napsütés miatt, az véget kinyitják, hogy ne süljenek meg itt. Most már ne kezdjen el esni az eső. Hát most már. Nem, eddig nem esett, nem? Hát most már ússzuk. Jézusom, meg. Nem akarok majd valami kis falucskában melletted lakni, és így egy közös padon osztozkodni, mert folyamatosan... Nem, nézd már! Elment egy, ez egy... Nézd, elment egy piros Skoda. Hol van még Mari néni? Nincs még itt, csak ő hát viszont... Kinyíltak az ernyők. Marika néni nincs még itt? Hol van Marika néni? Ott van Marika néni. Hol? Ő tudja, hogy lesz eső vagy nem. Marika néni megmondja nekünk. Ő felnéz az égre, igazi szegedi lakosként elmondja, hogy kell félni esőtől, vagy nem kell félni az esőtől, mert itt már többen esernyőt itt. Csókolom, maga is tudja, hogy esni fog? De, olyan meglepett a kérdés, hát egy picit szemelkél, de nem beszél. Nem veszélyes. Micsoda? Ez a Vadon Janinak, meg neked. Nem hozott a Balázsnak? De jó, nem, végre! De várjál, ez hatalmas krémes, és ebből meg... Betyárkörte, hogy le. Az micsoda? Meg ilyen kefíres. Ez egy remek cukrász. De a kefíres az a Balázsé? Minden. A Balázsi tehet taxival hozzá. Köszönj, de miért kapt? Jó. Nagyon aranyosak. Te aranyos tetszik lenni. Maga adta. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Marikám életem hol van? Ott van, ami drága Marika nénink, csak egy mondat erejéig. Nézd meg, micsoda esernyő. Milyen helyes esernyője van Marika néninek? Szép az ernyőm. Gyönyörű, drágám. Gyönyörű. Marikám életem itt Szegeden, hogy van, mert mindig, ahol vidéki városokban, falvakban fölnéznek az idősek az égre, megmondják, hogy vörös az ég, a szél lesz, ha a jegenyefa jobbra dől, akkor kivágták ilyeneket. Ugye, itt mi van? Az én anyám meg apám fölnézett az égre, és mindig azt mondta, hogy na, eső lesz, gyerekek. És lett? Lett. Előbb-utóbb. Nem volt akkor ilyen, hogy rádió, meg minden, hogy meteorológusok. Azt mondjuk nem volt baj, hogy az nem volt. És most lesz a föltetszet, nézi? Mit tetszik? A következő egy órát megúszunk? Esőt, egész héten lesz eső. Tényleg? Igen. Melyik érzi a csontjába? Érzem. Melyikbe? Itt a hátul. Azt mondom, válba, ugye? Jobb vál. Jobb vál. Te is ott érzed már, Feri. Az a jobb vál az eső, a bal az meg a táska rosszul van fönn. Lehet, hogy így van. Mondom én. Lehet. Marika néni jól főz, biztos jól tetszik főzni, nem? Ugye? Jó. Mi a specialitás? Mit tetszik jól csinálni valami? Túros csuszát. Jó, igen, szeretik? Nagyon szeretik, szeretem, igen. Nincs otthon egy kis tiszta szobája, hogy ez a fiú oda költözze magához. De van, lehet jönni. Kostra. Lehet menni? Jönni. Tényleg? Lehet. Halászlevet csinál? Igen, azt Szögedi. Is. Szögedit. Én bármire kapható de vagyok. Jó, tessék jönni. Na, hát megmondom a címemet, de nem most. Rafkós maga, Marika, rafkós. Jól van, csókoltatjuk. Tessék még maradni egy kicsit, jó? Tessék még maradni. Nagyon helyes, köszönjük szépen. 4 perc, pontosan 9 óra, nem sokára tehénfejős játékunkkal tesszük föl erre a hatalmas íbetűre azt a hatalmas pontot. Jó, most ez így jött. Na, menjünk. Hajrá, napozunk. 4 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Élünk a Szegedről, a Dunanics térről. Yeah! A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ti vagytok a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Ki az a Kobayashi Kenichiro, nem? Ki hát, az? Te ki tényleg? Nem hát... tudsz még egy karmester nevet, mi? Na, igen, ez az egyet viszont, ez az egyet viszont nagyon jó. Olyan ügyesek, komolyan hát a szegedi ilyen. Igen. Csak óvatosan, nehogy a tarlós berágjon. Kérdezd a tarlósokat. Nehogy Fischer Iván nevét kimondod, a tarlós ráncolja a szemöldöket. Ja, mondjuk, hogy egyébként sem mosolyog túl sokat. Nem szokásos. Na, drága szegediek, hát szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ja, Istenem, nem akarom megölni a bulit. Nem ettem le magam. Nem, mondjátok, hogy nem. Nem akarom megölni a bulit, de mindenképpen beszeretnék olvasni egy hozzászólást a Facebook oldalunkon. Noémi írta a következőt. Ahogy nézegetem a képeket a kitelepülésekről és a mindennapjaitokról a stúdió, mindig az jut az eszembe, hogy nem akarom, hogy eljöjjön a november, és megszűnjön a morning show. Tudom, addig kell veletek együtt örülni, amíg van rá lehetőség, de nagyon a szívem, ezt szívünk, hogy nőttetek.
De aranyosak vagytok. Az NMA címe, azt hiszem, ott vannak a Moszkva tér fölött. Tehát oda elmentek a Moszkva tér, és fölsétáltok, talán Ostrom utca, és ott megtaláljátok az NMA-t. Na nekik is küldjetek el ezeket a leveleket. Jó, hogyha macskakő van előtt, akkor fel is szed. Na, ez újabb 1 millió. Na, okay. Közösség elleni izgatás, ezt így hívják. Igen, Lajosunk ráborult a kormányra. Nem azért mondtam, mert millió. Hogy az aszfalt sokkal, hogy is mondjam, csak kopásállóbb, trendibb, stb. Nem a cég végzi ki azt az embert, hanem te. Igen, lehet, hogy most vagyunk itt utoljára egyébként. Már, hogy nem úgy jövünk még szállára egyébként. Ez a buli meghalt, mi? Így van. Na? Most szeressetek, lányok. Igen. Lejátszuk akkor a fejős játékunkat? Mit szóltok hozzá? Hará! Megígértük már, szerintem a 43 embernek megígértük egyébként, és összesen ketten játszhatják. De ez nem baj, ez nem baj. Csakomáko! Egy biciklised urát, János, mert letekerteném. Gyerekek, ha ezt a selfie botot nekem egyszer valaki elmagyarázza, hogy ez mire jó. Nagyon megmutatom neked. Hát az van, hogy magunk felé. Engem a modern technikai vívmányok nem irítálnak, de ez a selfie bot, ez valamiért mondjuk, annyira irítál, hogy ezt nem tudom elmondani. Figyeld, ez egy picit felénél fel is elvesztett a fonalat. Feri, elmondom maga felé fordítod, nem, most megfordítottuk Feri, a kamerát. Ez nem egy rotációs kapasz. Ahhoz, na, ahhoz értek. Nem egy sövényvágó. És tök messziről húz ki, jó ide, jó nézek. Aha. Feri selfizik az egyik szegedi hallgatónkkal. A cicid látszódjon rendesen. Most mi van? Legyél büszke rá, van. Mosolygunk, és megnyomod. Meg neki, hát 51 éves már is szűnő napon. Nekem már kevés elég. Látod, és itt nyomod meg a gombot, és ott fényképez. Tök jó, messziről. Nem, azért ezt én tudtam, Feri, hogy nem a telefonon nyomod meg a gombot, tehát erre van a szerepben. Mosolyogjatok? De hogy érem el a kezemmel? Tényleg úgy fogja, mint egy rotációs kapát, nézd meg. Nagyon szépen rotációs kapázom. De komolyan, ez kitalált ki, mert ugye belőle is milliárdos lett, ez nem nekünk jutott eszünkbe, hogy tegyél egy botot, ez legyen egy exponáló gomba végén, megnyomja a telefonodon az exponáló gombot, és csinált valaki egy selfie botot. Aztán nyilván kínaiak lekoppintották, de hogy ezt valaki eredetiben megcsinálta. Igen, meg miért nem mi? Ugye, hogy valakinek eszébe jutott az, hogy nem elég hosszú a keze, hogy elég távolra elvigye magától a telefont, amivel tud fotózni. De kitalálta ki például azt, hogy a telefonokban legyen fényképezőgép, amikor már vannak fényképezőgépek. Értitek? Mi van? Hát, hogy újra és újra elkezdi semmi. Ezt mondjuk, hogy egy 5-10 perc, és semmi ne tudjátok. Ja, bocsáss meg, csak van belém egy tudatos vásárló, aki nem ért, hogy miért vegetnek meg velünk mindig újabb és újabb. Mert nem? Már nem lesz egy fényképezőgép, az ki fog halni, szerintem a profi fotósok fognak fényképezőgépet használni és venni, és az átlag ember, aki egyébként vesz egy... Most mi van? Most ezt unod? Nem. Hogy beszélgetünk a Janival. Nem volt itt egy tejhó. Nem volt itt egy tejhó valahol ebben az utcában. Végre értelmes témáról. Mint hogy lett volna egy ilyen abban az utcában. Na mindegy. Fejünk tehenet? Hogy ne? Fejünk hogy tehenet? Ne, gyerünk. Kik a tehén fejő játékosaink? Fejjük a tehenet, sírjon a boci. Ó, drágám, csak mondja a kereszt. Telefonodat, bemész bárhova, például a Média Márkba, és ott azért hívják neked. Ezt maga fizeti a Média Márkot. Igen. Bocsánat. Hülye, azért nem vagyok. De hát már annyira modern a világ, hogy már... Igen. Ja, maga mondta azt az előbb, drágám, hogy miért nem használ okostelefont a ballány. Magának van. Itt van. Itt van. Tényleg? Ne hülyeskedjen. És tud rajta mindent, rádiót hallgatni, e-mailt fogadni, SMS-t írni. Van, víberem is otthon minden. Hoppácska! Víbere, az mire jó? Az náluk is van, csak az elem lemerült mindig a szemben. Igen. Minden. Igen, aki a külföldön dolgozik, szakács. És mindig ingyen beszélünk. Én egyszer kipróbáltam ezt a Weber, csak kiverte a fogamat, mert nagyon... Ja. Jó helyre tetted! Rohadtul rezgett! Kiütötte a balhatost! Szeretem az internetet, és pedig 70 éves leszek a jövő hónapban. Egy modern nagyi, ez nagyon jó. Bizony. Ez nagyon jó. Egy keresztnevet tetszik nekem még egyszer mondani, én annyira hülye vagyok nevekből. És imádok főzni, imádom az almáspitét sütni, amit szeret. És picit ebbe is bennem, hogy költözz oda. És imádom a szexet! El ezt nevet tetszik mondani. Ezt nem én mondtam. Anikó. Anikó, drága, Anikó. És mit tetszik nézni az interneten? Milyen oldalakat? Minden, igen? Ami van, minden. Híreket néha. Inkább, vagy ilyen magazinokat, hát, recepteket? Szeretek Facebookozni. Komolyan? Van Facebook profilja? Van, bizony. Hát a Balázsnak is küldtem már csomót. Neki, csokolap, bocsánat. Neki nincs. És mit írtam rá? Áll, az állok. És én vagyok a véné, nekem mondja. Neki mit írtam? Válaszoltam a Facebookon? Hát, igen, egyszer igen. Igen? Mit írt? Pajzán. Szakadj le róla, nem emlékszem rá. Már nagyon rég volt, nem emlékszem rá. Ne tessék mindennek bedőlni, nincs Facebook oldalam. Akkor az hamis áll. Az, kamu. Az egy kamu oldal. Persze, nem oda, nem oda kell írni. Nem is pipálok rá. És mit tetszik főzni? Mi az, ami jól megy? Mindent, fiam, halászlétől kezdve, mindent.
Igen? Igen? Jót is, vagy csak mondják, hogy te szoktak imádkozni előtte, vagy nem? Például múlt héten marha pörkölt volt. Aj, de jó, az de Balázs nem eszik ilyeneket. Borsóleves, palacsinta. Aj, jó borsóleves, azt szeretem. Krémes, minden. Mm. A Nikoléri, ne menjünk már el mellett a Facebookos téma mellett. Tetszett írni Balázsnak valamit? Á, nagyon régen volt ez már. Na. Nem emlékszem már. Kóstold meg a pitémet, Balázs. Ja. Megnéztem a Balázs a tahót, hát nem voltam rá büszke, fiam. Sokat, ja. És vagyok, még nem tötötötötagobok. Az internetes videókat tetszett látni? Csúnya dolgokat csináltam az E-pluszon régen? Ez nem tetszett. Nem. Magánügy már az. Ez így van, nagyon jó, hogy nem nekem kellett kimondani. Így van. Csúnya dolgokat csinált a Young. Csúnya dolgokkal nem foglalkozunk. Ez a beszéd, ez a beszéd. Tetszik fejni? Csak a szépre emlékezzünk. Ez egyébként ez így van. Nem? Így van. Viszonylag kevés időnk van, már 10-ig fejünk. Ráérünk. Anikó is van olyan, hogy véletlenül eltéved olyan oldalakra, amiken ilyen... Én szeretem azokat az oldalakat. De akkor látott már. De most nem, nem azért, mert maga azt akar, csak véletlenül, hogy mit szól. Nem. Főleg nem mondom ki, mit nem nézek a tévébe, ami éjszaka van, hát a szörnyű. A Balázs műsora, hát én attól rosszul vagyok. Betiltanám. Az az erkölcsi fertőzés. A mai fiataloknak más kellene, műveltség. Ez így van egyébként. Intelligencia. Így van. Ez kellene, mert sajnos az nincsen. Igen, és mit tetszik nézni egyébként? Inkább ilyen ismeretterjesztő csatornákat? Vagy ilyen tematikusabb? Én most a sorozatokra álltam rá, törökre. Tudod, hogy nagyon jók a török filmek? Nem, Szulejmán. Hát nem csak Szulejmán, most már van más is. Csináljon már valaki egy Zrínyi címet. A királynője ment az interneten, valaki lefordította magyarra, nagyon jó kis sorozatok. Tetszik internetről letölteni sorozatokat, tényleg? Hát az interneten nézem meg. Elképesztő. Gyűbörög az enkor. Igen. Egy szupernagyival állunk szemben. Jó, visszük akkor fejni? Jó, Anikó, azt szeretném megkérdezni, hogy kell-e az egylábú fejőszékünk? Hát nem tudom én, hogy fogok, az csípőprotézisem van, hogy fogok odaülni. Hát most nekem már ne találja ki, hogy maga most nem is tud fejni. Itt húzogatta a kabátomat egy órán keresztül. Nem is húzogatta. Várjál, én csak simán szóltam. Én csak simán megfogtam a fenekedet. Ne beszéljünk erről. Jó, legyen. Hát megpróbálom. Jó, az már négy lábú szék. Adott idő alatt, ugye, Anikó, egy perc alatt kell megfejni a mi kis tehenünket, úgyhogy minél több. Még WC emelőm is van, sajnos. Nagyon jó, hát erről most többet szerintem ne beszélgessünk. Anikó megzavart engem a szabályismertetésben. Jó, szóval, hogy mi történik? Anikó közben elhelyezkedni, hát látszik, ahogy látom. Hát megpróbál térdelni. Mi nagyon drukkolunk. Várjon, Anikó! Nem rögtön csecsre megyünk? Mit csinál? Halló, mi elkapta csinál? A csecsét, rámad? Azt már rángatta is. Na menjünk akkor oda, nézzük meg. Most kezd jó lenni a buli, gyere. Sokáig térdelni. Azt mondja, gyorsan, mert nem bír térdelni. Indulhat az egy perc. Indítsuk el, persze, ne térdeltessük sokáig, Anikó. Bocsánat, elnézést, én vagyok. Igen. Mit érez, Anikó? Semmit. Jövünk, itt vagyunk. Folyik a tej. Őrület, az a dolga. Anikó, jó. Jól tetszik ezt csinálni. Én úgy láttam, hogy megy ez a fejés. Megy ez mellé. Egy picit megigazítom. Igazítsunk a bödrön egy kicsit. Zseniális. Anikó. És egyébként itt van a rutin a markokban. Az úgy a baj, látom. Hogy... Azzal nem csak diót törtek végig. Mi a baj? Erre jön, nem belemegy. Hát irányítani kell. Meg kell fogni jól a végét, hogy jó fejre spricceljen. Tudja, majd Anikó? Majd utána kicsavarjuk a padlószőnyeget is. Igen, egy pici megy a szőnyegre, és itt kicsit a tehenünk az most úgy félre megy. Aláfekszek, hogy a számba jön. János befeküdt a tehén alá. Minden csebjekincs igazi. Nagyon jó a fotó. Vizolaktózmentes. Jó, a lényeg, hogyha valaki ugye többet fej az adott versenyben, akkor is ugye 100 000 forintot, illetve nem 100 000 forintot nyer, hanem egy teli hűtőszekrény. 2-1, itt a vége. Meg is vagyunk, segítsünk. Ja, meg vagyunk. Milyen volt? Jó volt? Hát azért a csípőprotézissel lett. De le a kalappal, komolyan mondom. Köszönöm szépen. Le a kalappal. Nagyon kell a hűtő. Nagyon, komolyan, de tényleg ez egy férfias teljesítmény volt, le a kalappal. Mennyi az annyi? Tényasszony, mondjon valamit. 4 deci. Oh, hey, 4 deci. Gyerekek, ember nem mondja így ezt a 4 decit. Hallgassuk meg még egyszer. Mondd még egyszer. 4 deci. Hogy mondtad? 4 deci. Oh. Gyerekek, nekem 10 év házasság után én is. Én meg vagyok, nagyon köszönöm. Nagyon jó. Én most hazamegyek. Legutoljára ezt akkor hallottam, amikor leszereltem. Jézus Isten. Na, az NMHH-ba megint befűzték a lapot az írógépbe. Írjuk. A szegedi megszólalás miatt 1 000 000 büntetés. Lajos, gyere már ide, te ezt érte?
valahogy meg kell büntetni ezeket a fiúkat. Én nem voltam katona, ezt érted? Istenem, hát ha tudom, hogy így mondja ezt a 4 decit, már hétfőn elmondatom vele komolyan. Hát ez... 1-től 9-ig végig. Azt a mindenit neki. Hallottad ezt? Ti dumáljatok, mert már mondom diktafon. Felmondatom magam estére. 4 deci, János, 4 deci. Ki a másik versenyzőnk? Te ismerős vagy nekem valahonnan. Ez az egész. Valamikor talán október? Októberben egy különbség találkozott, úgy emlékszem. Találkoztunk. Ez egy szürreális utazás. Na, hát ugyanaz a feladat. Jó? Képzeljétek el, leszünk át gyorsan. Jézusom, megint mondd ezt, hogy úristen, na gyertek srácok. Kezdő riporter koromban, képzeljétek el egyszer. Valam az újváros. Igen? Na. Még amikor 6 éves voltam, ne, hanem amikor beszélgettünk, utána anyukám felhívott, hogy nyertél egy bögrét? Mondom, nem, de nyerjek neked egy hűtőt, vagy az ilyen lakásfelújításos. Jó lesz a hűtő, szóval most így... Kiadta a parancsot, igen, jó lesz a hűtő. Igen, szóval most Mutinak kell egy hűtő. Hát akkor tessék, ne térdelni. Jó? Nem félreérteni, gyerekek, nem félreérteni. Térdelő állásban kell fejni. Vagy rátra a fejt nyis, aki a száját szokták mondani, ugye a fogorvosnál, de ezen senki nem lepődik meg. Ezen nem. Most kicsit elkeseredtek, és kifűzték az írógéből a papírt, hogy nem tudnak megbüntetni. Mehetünk? Igen. Jól van. Három. Mi a keresztneved? Dalma. Ezt akartam mondani. Én. Dalma. Nem mertem megkérdezni. Na. Vigyázz, okay, kész, sajt. Na. Na, Dalma, na, gyerünk, hát ez nem jön belőle a tej, drágám. Ebből nem lehet. Így a jó kis popsit. Dalma, nyomni kéne, Dalma, ebből nem lesz hűtő. Fölálltam egy sámira a tehén mögé, de hát ezt csak azok értik, akik itt vannak. Hál' Isten, akik nem látnak bennünket, nem értik, hogy én közben mit csináltam. Gyerekek, azért Dalma kezébe is ott van. Ott a van, rutin, ott meg az évek. Azért azt látom, hogy... Muszáj. Nem szokott panasz lenni otthon. Jön ugye? A tej. Jön. Gyerekek, szépen. Mindenkinek jól megy a fejés. A székesfehérváriaknak is. A szombathelyieknek is. Én ezt gondoltam. Hogy ki van? Hogy ez... Tessék? Az igazi tehén lenne az igazi. Hát, igen. Ja, hát igen. Akkor már Balázsunk nem lennének tökei. Igen, én hogy így beálltam a tehén mögé, ezt már... Dalma, gyerünk, mert ez kevés. Gyerünk, Dalma. Tegnap a farmon kergették a tehenet. Áttörtök. Oké. Tényleg? Figyeljetek. Nagyon fura szaga van amúgy. 3, 2, 1. És itt a vége. Én már csak azt várom, hány deci. Én már csak ezt várom, gyerekek. Mondjál nekünk, hogy hány deci. Na, ugye... Volt egy négyünk, ugye? Volt egy négyünk. Mindjárt átöntjük a mérőedénybe. És hát félek, hogy ez egy picit több nehéz. Csöndet. Megszólal, mint Forrest Gump. Hallgassátok. Gyere. Hallgass. 7 deci lett. Mondd már rendesen. Visszavedd belőle. Hallgass, figyelj. 7 deci. Nem, az elsőre volt igazán. Az elsőre volt igazán ösztönös. Na, hát úgy néz ki, hogy akkor megvan a hűtőszekrény. Egyébként, amíg mi itt 7 decisztünk, addig Dalma így ugrált, hogy igen, nyertem, és senkit nem érdekelt, mindenki várta a hangot. Dalma, mindegy. Van egy hűtőszekrény, és tele mindenféle földi, égi, jóval, laktózmentes termékekkel. És ezt Békés megyébe szállítjátok ki? És mi sehova, ezt itt hagyjuk persze. Neked a téren, azt vitt haza, hogy javarold meg. A busszal. Igen. Busszal vigyem haza, mi? Nem, ezt házhoz szállítjuk neked. Nagyon házhoz kis szállítjuk? Kedvesek vagytok. Uh-huh. Ne ígérjek olyat, amit a szponzor nem tud tartani. Elszállítjuk. Tessék? Kapok valami klasszepem olyan. Klasszepemes Enrikot, hát hogy ne kapnál? Már meg is Anikó, drága, hát persze. Parancsolj, mindenféle kis hölgy, egy fülhallgató, ha internetezel, egy zenét is hallgatsz, egy nyakbalkasztó. Az jó? Már proliság, hogyha én is. Az nagyon nagy proliság. Köszönjük szépen. Jó, hogy még tényleg hallgatottál volna, hogy Enrikot. Persze, hogy az nincsen? Pici szemtelen, nem? De hogy vigyétek hátra, jó? Jól van, oké, holnap folytatjuk. Köszönjük szépen, ügyesek vagytok, gratulálunk mindenkinek. Holnap egyébként újra lesz fejős játék, átengedik, megnyitom a tömeget. Ezen a versenyen ezt nyilván játszottátok a Márványtenger. Máshol is az országban játszottátok ezt a versenyt. Ott mennyi volt a legtöbb, amit kifejtek? Te 8. Nem, már elvesztette a varázsát a 8 deci. Igen. De rád gondolt végig, láttam a szemén, azért volt ilyen a hang. Igen, a Jákob és a Márványtenger, ne írjátok meg. Így van, mindenki tudja, hogy Lázár volt a Holtengernél. Értsétek a humor. Drága hallgatók, na! Jól van, hát ledaráltuk a fejős játékot is. Jó hangulat itt Szegeden, komolyan, én szeretem ezt a várost. Nem volt itt egy tejvó? Nem volt ebben az utcában. Valahol egy tejvó. 9:30 lesz, pontosan 4 perc múlva. Azt nézem, hogy vannak-e friss közlekedési hírek. Azt mondja, hogy
ez nem egy kitelepülés, hanem hozzuk vissza Balázs memóriáját. Így van. Valaki. Sziasztok, ez a Kavintok Tour 2016. Na, azt nézem, hogy minden rendben van az utakon, viszonylag kevesebb a közlekedési hírünk, úgyhogy van egy-két trafi a szokott helyen, de nem látok nagyobb dugót, úgyhogy jól lehet haladni. Monor belterületén a körforgalomnál van egy útfelújítás, nagy a torlódás, és az Üllő-Gyömrő lámpás kereszteződésében heti rendszeressége van baleset. Rákérdeznétek, mikor lesz a beígért körforgalom megépítve? Köszönjük. Hát ilyen kicsit közszolgálati témákkal majd a jövő héten foglalkozunk, de rá tudunk kérdezni, és akkor jövő héten erre visszatérünk. Dobjatok hétfőn egy emlékeztető SMS-t, hogy megígértük, hogy rákérdezünk. Dobjatok többet. Dobjatok többet, igen. Ilyen. Abszolút. Tök érdekes egyébként, vagy itt van a feleségem, vagy valaki megkönnyörült rajtam, azt mondja, hogy Jani, csinálnál egy aláírást a bal mellemre? Itt állok a második sorban, puszi Mónika. Hol a második sor? Hol van? Ki az a Mónika? Tényleg itt van Mónika? Ja. Te írtad, te személy. Úristen. Srác magára mutatod, én írtam, gyere Jani. Na jó, elmenjünk egy picit, jó? Aztán jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Fél tíz múlt, pontosan 3 perccel. Hol a Feri? Dumcsizok, itt vagyok. Beszélgettem. Ápoltad, hol vagy? Itt vagyok hátul. Ja, ott vagy hátul, nem láttalak, azt hittem már kivetetted magad. Nem, egy gyönyörű kismamával dumáltam. Tényleg? Igen, gyerek is van. Csókoltatjuk, mondd meg. Azt hiszem, nem az enyém. Jaj. Figyelj, Szeged rajta! Kicsit ez halott volt, minden hát, élőre. Zenét alá, adjál nekik, nyomj föl. Neki egyet, tessék, nézzük. Jó, nem rossz. Jó, ez egy kicsit afterpart is a hangulat. Tíz felé vagyunk, gyerekek. Nem olyan rossz ez. Viszont egy dologról megfeledkeztünk, még pedig a fuvaromról Békés Csabára. Több mindenről megfeledkeztünk, mert nem játszottunk hármasugrást se, úgyhogy tényleg hűlök egyébként, mert még leszoktuk játszani, de mindjárt lejátszunk. Na, hogy a fuvaroddal? Igen, hogy mi lesz velem? Csináljuk meg ezt az átvívőset? Hát persze. Hát ez egy viszonylag kisebb távolság, tehát hogy még gyalog is odaérek 3 nap alatt. Felbátorodtál kicsit? Jó, játsszuk le a hármasugrás, és utána megbeszéljük. Jó, akkor. Jó. Én bírom. Mi nekünk csak be kell lökni, tehát az első fuvar az mondjuk idáig Hódmezővásárhely felé valamerre, aki kiviszi, az jelentkezzen itt, így és van. Utána 10-kor átdobjuk a Csabinak, és Csabi leszervezi. Jó. Igen, de valahol tegyék ki, Jani bemondja a kívánság műsorra, vegyék föl, így szóval nem vigyel senki most egyből át Békés Csabára, tehát nézzük meg, hogy hány fuvarral érsz át úgy, hogy hallgatók írnak, illetve te bemondod a Csabinál mindig, hogy éppen hol vagy. Legyen kókuszos illatosító, nem dohányzó. Jó, persze. Igen. Annyi, hogy a Csabi csúszott. Nem, én nekem már minden bejött. Igen. Csak tudom, hogy ma a Csabinak összesen 2 megszólása van. 1:10-kor, és aztán 1:15-kor, tehát nem leszel. Nem le fogok férni a 7,5 másodpercekben. Nem leszel átvéve. Itt van a játékosunk már is, 3-as ugrás játékosunk. Hello! Sziasztok! Jó reggel, ciao, hogy hívnak? Kitty, Hello Kitty, Szegedről vagy? Igen, Szeged. Istenem, Hello Kitty. Ösztönöse voltál, jó fej és vicces. Tapsot neki! Gyűlölöm a Hello Kittyt, úgyhogy ezt nem ezért mondtam, gyűlölöm. Tiszta szívemből. Tapsot neki! Azok a rózsaszín izék is viszek, nem? Nem is Y-nal írom a nevemet rendesével. Helyes. Jól van, tanulsz még, vagy dolgozol? Szegeden vagyok, igen, és egyetemista vagyok, még tanulok. Most fogok majd végezni. És milyen egyetem ez? Mérnöki karon vagyok. Na, az komoly hivatás. A segít neki. Mérnök leszel. Hát elég hosszú neve van a szakomnak, de informatikus és szakigazgatási agrármérnök. De kemény, összevontak 3 szakot, mert nem volt elég jelentkező? Hát nem tudom, elég érdekes, egyébként megszűnt már ez a szak, tehát már nem. Ja, az jó. Az csak tök érdemes akkor csinálni. Tök jó. Még van 2 évem, de úgyse vesznek föl sehol, mert már... Nem, most fogok majd végezni, de hát meglátjuk. Mit sikerül vele összehozni. Csak mi leszel? Tehát tulajdonképpen elvégzed, akkor... Ez egyre megkérdés. Ugye ráéreztem, hogy ez... Igen, sajnos. Mindenfélét tanulunk, aztán meglátjuk, hogy milyen irányba megy a dolog. Ez jó. Ez egy igazságdolog, hogy az ember ilyen fiatalon tudja már, hogy mi akar lenni. Nem? Nem tudom. Ki a fene tudja? Én még most sem tudom. Egyébként nagy kedvenc nekem is a kommunikáció és média volt, aztán mégsem arra indultam el. Hogy? Hát igazából így a követelmények meg az ilyesmik miatt úgy döntöttem, hogy inkább ebbe az irányba, meg ugye nagyon sokan jelentkeznek arra, de még lehet, hogy valami ilyen irányba elindulok, már nagyon érdekelne. Figyelj, amíg Hajdú Péter tévézik, van remény. Igen, 2 hetente vasárnap megmutatja, hogy bármit meg lehet csinálni. Tehát, igazából. Sziasztok, ez itt a tehetség, mi az? Hajdú Péter.
Na, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, nézem, szerintem nagyon könnyű. Van benne kötelező jellegű kérdés is, amire tudni kell a választ. Ez nem jó, hogyha így külön hozzáteszed, mert aztán nem tudom, akkor nagyon cikk. És ha veri közben azért az asztalt, az ja. meg... Majd segítünk. Mindjárt megtalálom. Itt van, itt van. Mehet az első kérdés? Mehet. Na figyelj, melyik legendás pop előadó egyik slágere a Give It To Me című dal? Hú, na ne. Ez egyszerűen zseniális a nóta. Madonna. Van ilyen nevű énekesnő, de ő is hallgató. Nagyon szereti ezt a dalt. A Slash gitározik benne, ha jól emlékszem. Igen, egyébként. Jól. De ő csak vendégzenészként gitározik benne, és egy olyan előadó Michael énekli. Jackson. Igen! Te jó vagy! Csak lesúgtam. Mi volt a segítség? Ja, Feri. A Slash vagy az, hogy ráírtuk egy papírra a nevét, és felmutattuk. Ahogy Feri lesúgta. Na. Hány ország területét érinti útja során a Tisza? Na ez a kötelező. Ebben már nem tudok segíteni, ez nehéz. A Tisza. Tisza. Milyen szak, amire jársz? Mit mondtál? Vízgazdál, kodács! Hát... Na, mondj egy számot, aztán majd segítünk. Ne ötöljünk! Kilán? Tessék, kevesebb. Ne öt. Mondj egy másik számot, aztán majd segítünk. Négy. Kicsit több. Mondj egy másik számot, és akkor segítünk. Öt! És jó! És ügyes vált! És elsőre nem neki, érted? Hátulról. Hogy lehetsz ennyire jó? Hogy nagyon lehetsz ennyire jó? Vagy, jó? Nagyon jó vagy. Mit csináljunk a harmadik kérdéssel? Eddig jól megy. Passzol. Eddig nagyon jó vagy. Megkérdezem én is, hogy milyen jellegű a kérdés. Hegymászós. Legyél bátor. Meg, hát nézzük meg. Világra szólós, hegyet mászós, rekorderos. Hegymászós. Ki volt az első magyar, aki megmászta az Annapurnát? Mostani hír. Annapurna. Mondd még egyszer. Annapurna. Így mondják idegenül. Most mászta meg. Pedig ezt most láttam a nevét, és nem ugrik be. Igen, oxigénpalac nélkül ment föl. Igen. Jelentsen ez bármit is. És műszer az okni van. Igen. És... valamilyen Dávid. Igen, így van. Úgy. Így van. Jó vagy. Próbálj meg szállni. Lány Dávid. Pillanatok alatt bedobta a nevet, érted? Lehetetlen, már majdnem megnyomtam, hogy nem nyert. A betyárját, de izgalmas volt. Na, oké, okay, jól van, Kitty. Hát egészen megdöbbentő, de van egy ajándékcsomagod. Köszönöm. Úgyhogy mindenféle egyet. Megingás nagyon nélkül. Köszönöm. Igen, magam sem hittem benne, de összehoztuk, úgyhogy van egy ajándékcsomagod. Szuper, Sopi minden. Mi az? Minden van, mert ő nem így kaptál. Órás. Ja, ez órás. Igen. Ez az órás ajándékcsomag. Igen. Jól van, örülünk? Igen, persze. Örülünk. Oké, okay, puszi Kitty, köszönjük szépen. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Mi volt a nehéz a 8091 méter magasban? Miért Harry lett ki állandóan ezeket a rohadt kérdéseket? Nem azért írogatom őket hajnal kettőkor. Hosszú, azért. Nem mindegy, hány méter az Annapurna. Fölment, lejött, nem mindegy. Aha, mondd meg a nevét, Kleindár, így van, örülünk. Jó, hát legközelebb ilyen kérdések, hogy kimászott nemrég magasra. De tényleg, a 8091 méter Annapurna. Hol érdekel, hogy hány méter az Annapurna? Hát nem. Egyszerűsít a kérdéseket. Nem kell mindenféle adatokat összezavarni a hallgatót, érted. A hallgatónak mindegy, hogy 8091 vagy 7626. Ezzel tanít, Jani, a kérdéssel magával tanítasz, mert ha holnap az lesz a kérdés, hogy hány méter magas az a rohadt Annapurna. Nem ismered az életművemet a tévében? Tudod, hogy írtam a kultúrát. Ez igaz. De van otthon most valaki, aki pedig azt mondja, hogy pedig milyen szép kérdés volt, de szép kérdés. De szép kérdés, és megvakarta a szakállát. Igen. Igen, na jó. Azt mondja, hogy Kazincbarcikára pénteken jöttök, de már most itt vagyok a Rákóczi téren, 360 kilométert utaztam, és mától nem alszom. Jár-e az ajándékcsomag? Kérdezi hogy már egy hallgató. De hát nem, mert igen, azért tenni is kéne valamit. Igen, köszönöm nektek a mai szegedi műsort. Egy éve költöztem Brüsszelbe, és jó volt hallani, hogy minden rendben, örültem. Nagyon üzenem Ildikóinak, hogy hiányoznak. Jó volt hallgatni, hogy mi elkerültelek benneteket. Igen. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait? Mutassuk? Legyen mutassuk. Jó, mert hogy több minden is volt. Megénekeltettük a mi drága szegedi közönségünket, a város himnuszokat ismételjük, illetve egy picit 7 óra után megnéztük, hogy milyen a szegedi hangulat, és tartottunk egy ilyen röpke kis közönség találkozót, beszélgettünk mindennel. És mindenről és mindenkivel, mindenről. Az élet nagy dolgaival. Kis kérdések, nagy válaszok. Próbáltuk felfrissíteni egy picit a Balázsnak a memóriáját, nem sikerült. Így van, kiderült, hogy arcmemóriából teljesen hülye vagyok. Ha egy nappal később vagy korábban beszélgettem veled, arra én már nem emlékszem. Ez most itt
kiderül. Így van, és van egy mániád, amiből nem tudsz kigyógyulni, keresel egy teigót. Így van, tényleg, most jut eszembe. Nincs itt valahol egy... Nem volt itt valahol egy teigó. 3:40 lesz, 3 perc múlva jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Itt vagyunk. Valaki kérdezi, hol vagytok? Itt vagyok a Dugodis téren, Szegeden, és sehol senki. Így valaki tök komolyan. Hát azért itt nem megtalálni minket, az nagy mutatás. Hát az igen, nagy mutatás. Igen, az esernyők mögött, alatt, fölött, Feri van egyedül fölötte, mi alatta vagyunk. Igen. És még a Polgár Petivel kapcsolatban mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy Petinek van új videoklipje, amit megtaláltuk a mi Facebook oldalunkon is. Nézzétek meg, az is nagyon jól sikerült. Igen. És hát Marika nénére jött egy SMS, aki ugye Janit elsőre nem ismerte meg, vagy csak hűlt egyébként. Elképzelem, hogy Janit letámadják. Voga, voga, de megváltozott. Aztán összementél, lefogytál, Jani, hagyjon már, nem vagyok voga, mire letámadó? Hát már voga sem vagy. Nem, most még csinálod, hogy voga, hallod? Voga, ne csinálj már, voga, te vagy, hát ilyen is tanulom. Hát se vállalod. Na, drága szegediek, szépen lassan búcsúzunk, és egyébként az időjárás is kegyes volt hozzánk, mert... Csak most kezdett el esni. Mert csak most kezdett el esni az eső, így van. Még reggel majdnem a nap is ütött. Úgyhogy szépen lassan elbúcsúzunk, de megyünk tovább, ha valakinek van kedve tovább jönni. Mi a holnapi helyszínünk? Békés Csaba. Mi még Janival Békés Csaba szűzek vagyunk. Hadd már ide az esernyődet, légy szíves egy kicsit. Hát de a rásik a Balázsra. Ne, vegyük el a lányoktól. Nem kaptam bögrét. Ugye? Nem kaptál bögrét? Miért és nem? És adok egyet, adsz esernyőt? Az a baj, egyszerűen mindenünk elfogyott. Teszünk könnyelmű ígéreteket egyébként, de hát bárcsak mindenkinek tudnánk adni, bárcsak tényleg mindenki kaphatna, de szívünk kicsi, apró kis darabját megkapja mindenki, jó? Úristen, nagyon szép esernyő. Mondjuk a mizósoknak nem tetszik, mert pöttyös. Csodálom, hogy nem betették még el tőled. Na jól van, szóval, hogy köszönjük szépen. Ezt a Jani táskájából vettétek ki, fogadjunk. Ez olyan, mint Jani ernyője. Ehhez vagy hozzászokva. Aha, hát, igen. Egy kicsi kis proli, neki, ő, kicsi ami kis proli ernyő. Négyszázért vettem a bolhán. Mondjuk, ha kinyitod a segít egyébként, tehát akkor azért, hogy megfeszül. Na, mi a holnapi helyszínünk? Békés Csaba, Békés Csabán belül, Feri, te vagy a Csabai. Így van. Bent, Békés Csabán. Lesz a helyszín, belül segítsen, van. Valaki segítsen, hol vagyunk? Rákóczi tér, ezt se tudod? Nem, hát az Rákóczi Barcika. Ja, akkor nem a Rákóczi tér. Mindjárt megnézzük. Hol vagyunk Békés Csabán? Tudja valaki, hol vagyunk Békés Csabán? Kérdezős Szent István tér. Szent István tér. Tudom, az a város közepe, tényleg. Így van. Szent István térre megyünk. Valaki nem jön át velünk egyébként? Nincs kedvetek? Átjönni? Tessék? Át, persze, drágám. Át. Így van. Esetleg a 4 decis lány. Nekem a Janit kell átvinnem. Higgyétek el, az elég zsibbasztó történeteire. Remélem, hamar elalszik. Majd utest hátra. Így van. Keverj majd valamit a laktózmentes tejembe. Na, ugye nem csináljuk most meg, azt beszéltük Jánossal, ezt a vigyen át téged a hallgató játékot, mert szakad az eső. És jaj, azért de tett, puha, hagyjad már. Ő hátrált ki belőle, én forszíroztam, hogy csináljunk. Na, verd a sajátoddal a csalánt. De mi megcsináljuk Csabáról kazincbarcikára. Megcsináljuk mindenképpen. Most egy picit tartok tőle, hogy valaki csak úgy értitek mókából, nem jön majd értem. Hidd és ott állok majd az esőben. Az emberek. Hidd el, szeretnek szivatni. Nem. Van egy rész, aki szeret szivatni, de van egy rész, aki szeret, és hát ha az is erre jön, csináld így már. Van, de hogyha ennek az ellenkezője igaz, az engem nem fog vigasztalni, téged viszont marhára nem érdekel. Hát ez igaz, nekem viszont van autó. Viszont itt a városon kívül 3000-ért megnézheted, hogy mennyi a natúr. Lehet, igen, már bármit bevállalhatsz, hogy elhatárolódunk. Ebben semmi nincs. Ebben a formában semmi nincs. Leintek valakit a Topkapi szerályból. Csabi, itt vagy velünk? Halló, jó reggel. Halló. Itt vagyok, és egyre jobban sajnálom szegény Jánost. Az én barátom a János. Én veled vagyok, Jani. Nem akarok az embereknek a sajnálatából imidzst építeni, tehát hogy én így egész jól el vagyok, tudod, nem kell sajnálni, de nagyon kedves. De azért kicsit kell, mert tegnap Fehérvárról Szegedre egy 6-6 és fél órát is ért egyébként, tehát hogy hamar megjárta. Csabikám, mi újság? Pesten milyen idő van? Hát ilyen borongós, nehéz, éppen kezd kisütni nap, tehát az, ami nálatok fordítva történik. Tehát, hogy nálatok szép idő volt, jött az eső nálunk, meg ilyen kicsit ilyen ködös volt a reggel, és mostanra már kicsit kivilágosodott. Na, jó van. Milyen a zsírfoltos keverőpulton 10 másodperces megszólalásokat tolni egész nap? Az van, hogy most nincs zsírfolt, mert nincs itt a Balázs. Ja, tényleg. Nem is szoktam kupit hagyni a keverőpulton. Nem, mert a Zsül elpakol helyette. Meg a Jani. Hallottad, Zsül adott életjelet, azt mondta,
és eldőlt jobbra. Jó, néha megeszem egy lekváros buktát, az hagy némi morzsát a potméterbe, de egyébként nem vészes. Megkevergeted a kis kávédat egy töltőtollal, aminek lenyalod a végét. Múltkor csak másfél liter bedekolm lett a pultra, úgyhogy emlékeztek erre a reklámra. Mi az, amit iszol? Na, hívjuk fel a nap hallgatóját, jó? Hát, ha fölveszi, és akkor az egy elmét a mizótól. Mi? Aztán elbúcsúzunk. Szépen lassan. Csak megvárják a műsor végét. Nézzék, milyen rendesek. Komolyan, senki Monik nem. Monik Show. Oh, jó reggel. Te jó vagy. Sziasztok. Szia. Te cuki hangod van. Hogy hívnak? Te kicsit megzabálom. Hogy hívnak? Mónika vagyok. Mónika. Na, minden Mónika olyan aranyos. Igen, minden Mónika. Honnan hívtál minket, Mónika? Vagy mi hol hívtunk téged? Most jelenleg Gyuláról, de egyébként Zabaj vagyok. Akkor holnap találkozunk? És most Gyuláról hívsz. Gyulát nem zavar, hogy róla telefonálsz, nem mondja, hogy tedd már egy kicsit, tedd már így szeretkezünk. Szabira megyek. Páratlan hetek vannak. Szabira megyek. Szabira megyek. Gyuláról, Csabáról, Szabira. Ha, vagány, esetleg Jani? Aztán minden. Igen. Na. Oké, szóval, hogy mit írtam? Én nem vagyok gép előtt, mert kijöttem odaadni magam még egy pillanatra a szegedi tömegnek is, ezért nem vagyok. Megmutatni nekik a legjobb női divatot. Hát bátorkodtam megélni Janinak, hogy a vonat az 11-21-kor indul Szegedről, és 13-10-re ér Békéscsabára, de busszal is mehet a Mars térről, ami 11-40-kor indul, és 13-30-ra ér Csabára, és ha akarja, megoldom, hogy kimenjek elé. De hát ezért lettél te a naphallgatója, meg is tapsoltak téged egyébként a helyszínen, egy komplett menetrendet elküldtél a Janinak. De jó vagy. De jó. Hát, mit mondtál, hogy hívnak? Elvira? Mónika. Figyelj, nagyon jó, mert akkor nem kell nekem vinni, úgyhogy én kidobom a buszpályaudat. De úr vagy, menjen taxival odáig. És ezzel az emberen dolgozott több mint 10 éve. Aranyos, hogy Móni, van egy ajándékcsomagod, jó? Küldjük neked. Jól van, puszi. Édes vagy, köszi szépen, szia. Csáó. Menjél vissza a Gyulához. Csaba Gyulára. Gyulára. Menjél vissza Gyulára, igen. És puszi. Arra gondolsz, akire akarsz közben, akár Szabira is. Szia. Hello, Móni. Na. Mónikának milyen jó hangja volt. Jól van, drága szegedék, elbúcsúzunk tőletek. Jó, a végére egyébként el is romlott az idő. Ennyi, elmegyünk, és ennyi. Hát itt hagyunk benneteket. És már is kész az árvíz. Igen, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien eljöttetek. Reméljük, hogy azért jól éreztétek magatokat az idő ellenére. Jó, holnap pedig akkor Békéscsaba, a pénteken Kazinc Barcika. Szent István tér. Hogy? Békéscsaba, nem? Igen. Békéscsaba, igen. Igen. És Kazinc Barcikán pedig? Rákóczi Ferit még egyszer istenjeltesen sokáig az 51. születésnapján. Igazán köszönöm, alig látszik ez az 56. Nagyon boldog születésnapot kívánok az 56. születésnapodon. Így van. Zsenge fiatalos prostatát. Csókoltatok mindenkit, köszönjük, hogy itt voltatok. Puszi nektek. Sziasztok. Ciao, ciao. Hello, hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre